Magágy. Agrárszakmai beszélgetős podcast sorozat Gribek Danival. Hogyan érdemes neki kezdeni a Nótil no technológiának a homokhátságban, vagy éppen a kötött földjeiről híres békésben? Van -e egyáltalán lehetőség, és milyen kiegészítő technológiákkal érdemes még foglalkozni? Milyen takarónövényfajok válnak be, és hogyan kell tápanyagot pótolni? Sziasztok, Gribek Dani vagyok, és ez itt a Hektár mezőgazdasági podcast magágy beszélgetős sorozatának Újabb része, amiben arra keresem a választ, hogy működhetnek-e a talajvédelmi agrotechnológiák homokon és kötött talajon, tehát a két véglet esetében. Ezért két olyan termelőt hívtam el a stúdióba, akik az alföldön, ezen a két kifejezetten nehéz terepen próbálnak minél eredményesebben gazdálkodni, méghozzá úgy, hogy közben ugye a talajaikkal is törődnek. Mielőtt azonban bemutatnám őket, kérlek, hogy iratkozzatok fel a hektára a különböző platformokon, hiszen azok használatával biztosan nem maradtok le a legújabb podcastjainkról, a YouTube-on pedig videóinkról. Fent vagyunk Spotify-on, Deezeren, Google és Apple podcaston, Kövessetek minket Facebookon, Instán és természetesen iratkozzatok fel hírlevelünkre a www.hektarpodcast.hu oldalon. Illetve most van még egy fontos információm, az Agromas Expo és Agrár Gépsó kiállításon két színpadi programmal is készülök. Csütörtökön január 25-én 12 és 13 óra között a talajvédelem képészeti megoldásairól beszélgetek vendégeimmel. Január 26-án 14 és 15 óra között pedig megtartjuk a Hektár Nagyágyúk első közönség találkozóját, a B Pavilon Fórum színpadán, tehát Berend Ferivel, Csepregi Attilával és Lajos Misivel beszélgetünk. Egy órán keresztül szeretettel várunk benneteket mindkét alkalommal. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság. A felvétel a Streamline Butikban készült. Butikstudio.hu Tekints meg a legújabb agrárgépészeti fejlesztéseket a Hung Expo-n. Direktvetőgépek, ultrasekély művelőeszközök, átrakókocsik, sávművelők és sok minden más vár az Agromas Expo és Agrárgépsok kiállításon január 24-től 27-éig. Én biztosan ott leszek. A Hektár Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Hektár magágy. Ahol a gondolatok csíráznak. No, de hát ennyit a felvezetésről, hiszen tényleg izgalmas témánk van a no nótil homokon és kötött talajon, vagy ahogy erről beszéltünk egy ilyen alternatív címadás lenne a nótil no homokon és betonon. <laughs> Mert hogy szinte betonnal kell megküzdenie Gyomaendrőt térségében kis edének, aki hát ilyen 70-es kötöttségű földeken próbált direktvetéssel, sávműveléssel ö, dolgozni, mintegy 260 hektáron. Ede köszöntelek a hektármagányban. Szia Dani, szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat! Kisebb területen ugyan, ö, 40 hektáron, azért elindult a regeneratív úton Szabó Zoltán, aki Kiskundmajsa környékén vidékén homokban próbált talajt javítani, direktben vetni, takaró növényezni és egyébként majd beszélünk erről, zörgetek egy kis zacskót, mert hogy Hoztál nekünk például homokibabot, meg borsót, ezzel is foglalkozol. Tehát itt a kukuti műhelyen keresztül már ez értékesítve is lesz, tehát hogy saját terméket is állítasz elő közvetlenül. De hát kérdés majd, hogy ez a talajjavítás, ez a talajvédelem nem szélmalomharce. Ott a homokos területeken hamarosan elárulod nekünk. Zoli, üdvözöllek a stúdióban! Én is üdvözöllek titeket és a hallgatókat is. Nos, szó esik majd ugye tápanyagutánpótlásról, utánpótlásról, takarónövényekről, növényvédelemről, tehát tényleg a gyakorlat áll majd a középpontban, de kezdjük egy kis gazdaság és terület bemutatással, és majd arra leszek még kíváncsi, hogy hogyan és miért indultatok el ezen a regeneratív úton, mik voltak az első benyomások. Kezdjük akkor szerintem a homokkal, hol milyen körülmények között gazdálkod Zoli? és a környékén, homokháton, majsai homokhát, olyan 25-ös kötöttség alatti, a legjobb területem az 28-as kötöttségű, szerintem ez úgy mindent elmond, hogy milyen Durva homokon kell itt gazdálkodni. Szerves anyagtartalomban viszont egész jó vagyok. Itt a, a legdurvább homok is olyan 1,2%-os humusztartalmú, A legjobb területek, amik már általunk kerültek föltörésre, azok olyan 4%-os A Maga a gazdaság az szántóból és legelőből áll, jobban mondva kaszálóból szántókkal kapcsolatban. Nagyon heterogének a tábláim, és kis parcellákon vagy táblaméretekkel dolgozok. Vannak magasabban fekvő térszínek és mélyebben, egyértelműen a magasabbak azok, amik inkább ilyen futóhomok, a mélyebbek, ezek a humuszos homok részek. Viszont termés mennyiségek is ugyanígy változnak a felső térszíneken, ott ugye kevesebb termés van, a mélyebb térszíneken viszont több termés szoktam. Ede, ugorjunk át a mit, mit, 25-ös kötöttséget gyorsan, ha, ha, akkor szorozunk meg hárommal. Ma két és fél hárommal, igen. Én gyoma-endrődnek a településnek azon a részein gazdálkodok jobbára, ahol még a szabályzása előtt a hármas körös volt az úr. Emiatt ugye nyilván egy tartósan vízállásos, lápos terület volt az a gyoma-endrőd dévavány, a Turkeve körülbelül szent háromság, meg még szarvast is oda lehetne említeni. Tehát ezen a részen vagyok kénytelen próbálkozni, de mindig azt szoktam mondani, hogy ha, ha nem itt lennék, akkor valószínű, hogy nem is nagyon tudnám csinálni, mert nyilvánvalóan azért nincsen a 40 aranykoronás oldalon területem, mert ott ott, ott, ott már jobban le volt osztva minden, meg ugye úgy mondjuk, hogy vagy mondjuk azt, hogy könnyebb volt boldogulni, nyilván emiatt ott, ott azért nehezebb volt akkor, amikor én elkezdtem labdába rúgni. Szóval ezeken a, ezeken a kötöttebb területeken gazdálkodom, és a, hát között van olyan, amik hát a 70-es években ugye rizsföldeké, rizs alakítottak még a TS érában, de hát ugye jó néhány évtizede nincs, nincsen ristelmesztés, tehát ott is teljesen hagyományos növénytermesztés zajlik jobbára, ugye hát klasszikus nagyüzeminek mondható növénytermesztés, aminek gabona, általában őszi gabonafélék, napraforgó, nagyon, ilyen szökő évente, vagy még ritkábban kukorica, illetve azért az utóbbi néhány évben próbálkozok alternatív növényekkel, ilyen szöszös bükköny, néha-néha most tavaly éve, meg valószínűleg idén is olajretek, illetve van, vannak még egyéb tervek is, de azok egyenlőre még, még tervek, de mindenféleképpen próbálom azért kicsit, kicsit nyitni ezt a palettát, hogy ne, ne legyen olyan szűkös a, a vetésforgó. Végis, ahogy mondtam is, ugye, ahogy a víz volt az úra a területeken, annak megfelelően vannak, amely, amik ugye a Risföldek valószínűleg a legmélyebben voltak, leginkább tartósan víznyomottak voltak, volt, amik, amik időszakosan volt, vannak, amelyik, ami, ahol kicsit magasabb, és például van egy olyan nagyon érdekes rész, hogy ugye ezeken a mélyebb talajokon, a, a, főleg a Risföldekben ez a 68-70-es kötöttség, mondjuk, hogy ami már kicsit lazább, most ezt tegyük idézőjelbe, jobb adottságú terület, ott olyan 60 mit tudom én, 60-65 nagyjából, és akkor van, van, egy olyan talajféleségünk, amit ott nálunk úgy hívják, hogy porszik. Tehát ez egy ilyen lazább szerkezetű, lazább AB szintű, de igen nagyagos, és a, 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 az altalaj sokkal inkább szikre hajlik, tök, sokkal több szikes rész van benne, mint a kötöttebb talajok, ez nagyon érdekes egyébként, magam se igazán értem, és úgy nagyjából majd, hogy nem van egy olyan átmenet, hogy egy ilyen jó erős kőhajításnyira van egymástól ez a, ez a porszik, ami körülbelül mondjuk ilyen 50-es aranykötöttségű, meg a 65-ös aranykötöttségű. Tehát van olyan tábla szomszédomnak, ahol, ahol ez így összeér, és akkor a eleje még ilyen, a másik pedig olyan illetve van egy kis ilyen 8 és fél hektáros, mondhatjuk, hogy bemutató parcella, az, 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 az gyönyörű, gyönyörű csernozium talaj, ilyen 34 aranykoronás, hát abból jó lenne, ha több lenne, de ennyi jutott. Nézzük a kezdeteket. Mi indított el titeket, hogy a majd hamarosan bemutatásra kerülő technológia, meg technológia csokorba belevágjatok, és azokat kipróbáljátok. Zoli, mi volt az a, az a pillanat, az a, az érzés, az a gondolat, az a benyomás, ami ezen az úton elindított? Hát lehet, hogy inkább akkor onnan kellene kezdeni, hogy a lázadás, tehát, hogy édesanyámék óva intettek, hogy én mezőgazdasággal foglalkozzak, mert ez itt a homokon, ezt azt mondták, hogy öngyilkosság, és hogy soha nem lesz semmire időm, se kellő fizetésem belőle, és akkor egyetemen, mikor ültem, Ugye én nem mezőgazdasági egyetemet végeztem, de talajtan tanultam, én geográfus vagyok. Talajtanórán, mikor ültem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy hogy lehetne ezeket a tanultakat abszolválni mondjuk a gazdaságban, otthon, és hogyan tudnék én segíteni a környékbeli gazdáknak, hogy, hogy jobban tudjanak termelni ezeken a területeken és akkor ugye jött a talajépítés gondolata, hogyan lehet, ugye humusz kellene növelnünk, ugye sokkal több vizet tudnánk megkötni a talajban, illetve a szélsőségeket jobban kivédeni. Itt, itt indult el maga a gondolatmenet, meg az, hogy én ezzel szeretnék foglalkozni. Utána egyetem elvégezte, utána direkt már a szakdolgozatom is úgy, úgy készült, hogy úgy tudjak elhelyezkedni, akkor sikerült agrárkutatásba elhelyezkednem, ott sikerült olyan tudást magamba szívnom, talán lehet ezt így mondani, amit utána sikerült a saját gazdaságban is kamatoztatni. Ugye nehéz volt az agrárkutatást összeilleszteni a, a regeneratívval, mert ez akkor még üldözött volt. Ott még ugye a konvencionális csináltuk, aztán miután telepvezető lettem, akkor kezdtünk átélni a forgatás nélkülire, és kezdtünk abba az irányba, akkor már talán kacsingattunk, ugye. Hát nem, nem feltétlen általam, csak úgy már kezdett egyre jobban bejönni a regeneratív, a saját gazdaságot már átállítottam, igazából így kezdődött az egész. Aztán miután az agrárkutatást ott hagytam, akkor teljes egészében átkerült a, a saját területekre, mind a kutatási része, mind a, a regeneratívnak a, a gyakorlása és tanulása. Gyorsan adódik nekem egy kérdés, hogy ugye mondtad, hogy lázadtál, mert hogy a szüleid azt mondták, és ezt akarom kiemelni, hogy ebből nem fogsz megélni. Ehhez képest most ez a 40 hektár, ez, ez mire elég? Ez mindig nagy kérdés, ugye Szabó Attiláékkal, ugye TMG elnökkel, mert ugye egyébként mind a ketten talaj gazdák egyesületének tagjai vagytok. Tehát Szabó Attilával volt egy podcast, és abban ez központi téma volt, hogy ők is nagyjából ilyen 50 hektáron dolgoznak. Tehát, hogy sikerül megélni 40 hektárból? Hát ugye ők ketten csinálják, és ők ugye ráépítették a mohamot. Én ezt mind egyedül csinálom. Nálunk ez nagyjából a javarésze területeknek a saját terület. Tehát, ha támogatás nem lenne, akkor azt mondom, hogy nehézkes lenne megélni. De azok az utak, amiket most elkezdtem, vagy elkezdtünk így az Egyesületen belül is kitaposni, arra felé mutatnak, hogy esetleg támogatás nélkül is a jövőben sikerülne ebből megélni. Most jelenleg meg lehet belőle élni, én azt mondom. Tehát, hogy panaszra nem lehet okunk, kinek mik a vágyai, inkább az kell mérlegelni. Nem tudok nagy gépeket venni, nem tudok olyan ütemben fejlődni, sokat kell agyalni, sokat kell otthon mókolni, hogy össze lehessen hozni azokat a gépeket, meg technológiákat, amivel lehet ezt a regeneratívot csinálni, de jut a családi kasszába is belőle. Ugye gondolom itt a saját termékfejlesztés az, 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 ezt az utat erősíti. Reméljük, ha lesz rá piac, akkor ebben ez egy potenciális lehetőség, igen. De neked a, az első Lépések. Hogyha kicsit a családfához akarnám hasonlítani így a közös gondolatokból való építkezést, akkor én is úgy kezdeném a mondandómat, hogy szüleim óva tettek attól, hogy mezőgazdasággal foglalkozok, mert ezen a kötött talajokon nem lehet jövedelmezően, vagy nem lehet belőle megélni, legalábbis könnyedén. Na jó, hát akkor most fejezzük is be a podcastot. Be. <há> hát igen. igen, minden út Rómába vezet, vagy onnan indul ki. Igazából mióta a Youtube-ba találkoztam, Azóta gyakorlatilag nekem a, ezek a forgatás nélküli gazdálkodás, ami, ami mondjuk mondjuk Észak-Amerikában, Dél-Amerikában jellemző, nem mondom, hogy a nótil, no hanem, 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 minden, ahol, ahol a szájmaradvány fönn van a talaj felszínén, az engem vonzott. És ugye ezt egy-két ember már elmondta, hogy, nem lehet a mezőgazdaságot érzelmi alapon csinálni, de én hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint hogyha valaki hiába mondják nekem, hogy van egy kedves, aranyos, gyönyörű szőke lány, hogyha én a hosszú, sötét hajú, kicsit tüzesebbekre bukok, akkor, akkor, akkor csak, úgy tudok döntést hozni, és ez a, ugyanúgy igaz a mezőgazdaságra is, hogy ha, ha, én egyszerűen arra keresem a választ, hogy hogy lehet mondjuk szármaradványat takar talajon gazdálkodni, és az miért jó, akkor meg fogom találni rá a választ. Ha arra keresem a választ, hogy miért kéne leszántani a szármaradványt, akkor meg arra fogom megtalálni. Tehát engem, engem érzelmi oldalról mindig is megfogott ez, mindig is érdekelt. Én 2004-ben kezdtem egyébként gazdálkodni, és akkor egy ilyen félig-meddig saját készítésű lazító volt az MTZ után, ezzel kezdtem el. Ezt az egész forgatás nélküli dolgot erőltettem nagyon. Aztán nyilván voltak buktatók, meg, meg problémák, de az igazi lökést egyébként, ami, ami hát így a szakadékba is lökött vele gyakorlatilag kökény Attila, akinek ezúton is köszönöm, mert most akkor nem lennék itt valószínűleg. Sokan vannak így ezzel szerintem, hogy... ugye ugyan 2010, emlékeim szerint olyan 2010... Zoli, Zoli is intott, hogy <gül> 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 igen, igen, kökény Attila rá is hatással volt. Igen, bocsánat. <laughs> tehát, olyan, szerintem nálad is úgy lehetett, olyan, olyan 15 telén jelenthetett meg a, a tudatunkba, hogy úgy mondjam, Attila és az ő, igen, ő, igen, ő, igen, ő, és akkor... ő dolgai, és akkor ugye 16-ban, tavaszán én ezt már úgy kezdtem el, hogy itt most már pont egy olyan szerencsés vagy szerencsétlen összejáték volt, hogy a 15 ősze az nagyon-nagyon csapadékos volt, és akkor nekem egy csomó tarlóm úgy maradt, Gabona tarlóm, nem csináltam vele semmit, hát mondom akkor hát itt, a, itt, az alkalom, és akkor most már nótillezni no kell, és akkor azonnal fejjel me indultam neki a betonfalnak gyakorlatilag, mindenféle komoly tudás nélkül, és voltak már abban az évben nagyon-nagyon jól sikerült nótil no táblák, és voltak, amik nagyon-nagyon nem jól sikerültek, és ugye ugye így, így csöppentem én bele ebbe az egészbe, tehát nekem nem volt annyira nehéz, nem kellett magamat nagyon rávenni. Engem inkább a, mindig inkább a féket kellett volna, hogy jobban behúzzam. Teljes melszélességgel csináltam azt, amit amúgy nem javasolné senkinek, mert, mert nem mennyire egyszerű, ez sokkal-sokkal bonyolultabb ez az egész ennél. De úgy nagyjából így kezdődött az egész. Ugye nagyon sok olvasói kérdés meg ö, reakció érkezett arra a posztomra az Agrárújságírói Facebook oldalamon, amikor ugye kitettem, hogy ma veletek beszélgetek, és Csicsó László olvasónk kérdezett pont erről, hogy mennyire kivitelezhető extrém kötöttségű, ugye 65-70... Ö, körüli belvízveszélyes talajokon a nótil, no mm. és ö, hát biztató válasz esetén hogyan kellene ehhez hozzákezdeni. De? Hát ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy én gondolkoztam ezen sokat már, már napok óta, hogy mikor jön el a, ebben a podcast adásba az a pillanat, amikor majd egy kicsit a, a kakis bilitén felrúgom, de lehet, hogy akkor már így szerintem rúgjuk is fel rögtön mindjárt az elején, aztán oh, még, majd, még meg, majd, 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 meglátjuk, hogy mi történik belőle, mert hogyha, csak ha csak simán így, így, ahogy van, kijelentjük azt, hogy, hogy lehet-e, és nem, most ezt, ezt, még tegyük is félre, hogy a 70-es arany kötöttségű talajon, hanem bár úgy, úgy nagy általánosságban, mondjuk Magyarországon, mert nem menjünk el Dél-Amerikába, Afrikába se, hogy Magyarországon, egy az egybe simán lehet-e nótillezni, akkor, és ez csak nekem lenne egy-két egy szavas válaszom rá, akkor azt mondanám, hogy nem. De ez, ez, egy annyira összetett dolog, hogy erről, erről azért nem, hogy órákat, hanem napokat is lehetne beszélni, mert annyi sok összetevője van annak, hogy abban az adott pillanatban lehet-e nótillezni, kezdve azzal, hogy mondjuk, mondjuk a, mivel hogyha nem csinálunk semmit a talajjal, akkor mi fogja befolyásolni azt, hogy a talaj alkalmas abban az időszakban a, a, a nótilvetésre no és, a, és a sikeres növénytermesztésre, az előtte lévő fél év, egy évnek a mindenféle apró kis nüansznyi dolga, mikor, mennyi csapadék eset, esetleg kiszárat e az a talaj, milyen az a talaj például a, én esetemben, ugye a, ez a duzzadó, zsugorodó talajnál, kicsit szerencsém van, hogy nekem ugye Például nincs olyan, hogy eket alap, meg tárcsat alp. Tehát lehet olyan, hogy valaki megszántja a talajt, és akkor rögtön ott lesz egy eket alp. De hogy az a következő évben már semmi gondot nem fog okozni a száz százalék, mert mindig jön, ha csak nem folyamatosan konstans, mindig mondjuk ugyanaz a nedvesség állapot lenne, akkor lehet, hogy nem. De ha egy kicsit is mondjuk száraz a talaj, akkor ugye elkezd zsugorodni, elkezdenek mikrorepedések, vagy akár olyanok, hogy ugye a pajszert erősen kell szorítani, hogy ne essen bele, akár olyan is lehet, és nyilván mindjárt teljesen más talajállapotok tudnak kialakulni. Tehát mondjuk egy kiszáradó, ilyen kötött réti talaj, hogyha megázik, akkor az utána akár ilyen virágföld kategória is tud lenni. És ugye itt jön be például, hogy, hogy akkor már valamilyen szinten legalább az úrnak válaszoljak, hogy például én ősszel minden nótébe vetettem, például idén. Nyilván ennek is még egyéb feltételei is lesznek, amiről majd majd beszélhetünk, de de minden notérbe vetettem idén, mert az őszi nótilvetés az gyakorlatilag 95% szerintem megvalósítható, ha csak a talajt nézem. Tavaszi nótil no viszont az, az egy, tehát napraforgót például, vagy kukoricát, hát azt ugye én nem nagyon termelek, tehát nyilván eleve a talajom nem igazán szereti, a, vagy a kukorica nem szereti a talajt, vagy más nem szeretik. De egy napraforgónál is ugye általában az szokott előfordulni a, a tavaszi vetésnél, hogy azért télen az a talaj összeülepszik. Na most nyilván itt jön be a növény, hogyha megfelelő takaró növény sikerül, és itt, itt, itt nagyon kihangsúlyoznám, hogy sikerül termesztenünk, hogy úgy mondjam, előző ősszel, meg a télen, akkor fennmaradhat, és megint azt mondom, fennmaradhat olyan fokú lazultság, ami mondjuk nem is a növénynek, hanem, hanem szerintem ez az egész kulcsa, hogy a mikrobiológiának elég ahhoz, hogy a belevetett növényt képes legyen ellátni tápanyagokkal. Tehát szerintem valahol itt van az egésznek a kulcsa, hogy lehet-e nótérbe vetni meg, ne, vagy nem, ez gyakorlatilag mindig van egy ha, és hogyha ha, minél inkább sikerül az a adott technológia, amit mi kitalálunk, tehát például egy takarónövényvetés, akkor akkor, és olyan a mondjuk a tél, akár van egy télvégi felfagyás, amikor amikor tényleg van olyan, hogy a, a nálunk úgy szokták mondani idősebb gazdák, hogy a, a tavasszal van, hogy meg lehet kombinátorozni a földutat. Na most én ezekre a apró dolgokra mindig oda szoktam figyelni, mert ezeknek mind-mind jelentősége van, és, és, és igen, van amikor, van, amikor lehet, de van, amikor meg nem. És az a baj, hogy ha már érünk akkor már nem tudunk mit csinálni. És éppen ezért van az, hogy például tavasszal én nem vetek direktbe, hanem én nagyon-nagyon én erősen a sávművelés irányába indultam el, de majd akkor ez legyen egy, legyen egy következő része ennek a beszélgetésnek. Akkor adott a kérdés Zoli, nálad is ezt felteszem, hogy homokon lehet enótil technológiát folytatni. Na hát akkor rúgjunk bele a Babilibe. Ez az. <laughs> meg a másik része, meg akkor jön össze a kuvasz, meg a csivava. Nálunk szerintem meg pont, hogy azonnal, tehát kérdés nélkül, na jó, az az érez kicsit erős volt, de attól függően, hogy milyen a kötöttségünk, tehát hogy egy nagyon gyenge homokon nincs más út, csak a nautil. Mert a kellő fedettséget mással nem tudod megoldani, illetve a nagy szemcseméretnek köszönhetően, még hogyha úgy érzi az ember, hogy az a talaj kemény is, a növények meg fogják találni a lefelé vezető utat. Aztán innen, innentől meg majd jönnek bele az apróságok, hogy akkor ezt hogy is ajánlatos esetleg tenni, vagy hogyha heterogén már a tábla, vagy akkor egy kicsit már, már átmegy a, a vályok kategóriába, akkor meg már csak a tudatosság az, ami, ami fölépíti, hogy hogy induljunk el rajta. Például, hogyha eddig rosszul csináltunk, mondjuk teszem azt van, eket alpunk is, nincsen szármaradványunk, semmi, akkor az Attila féle módszer, amit mi is tanultunk annak idején, hogy akkor lazítsuk meg, és akkor utána viszont építsük tudatosan úgy a, a vetésforgót, hogy a lazultságot föntartsuk. De így az évek távlatában, amiket így csináltam, és mondjuk elkövettem hibákat, vagy nem mertem beleugrani, mert nekem nem volt ilyen elvetem, a, a, a kezdet, hogy akkor egyből ugorjunk fejest a nótilben, nem, én csak az ekét hagytam el először és akkor grubereztem, aztán el kellett tenni pár évnek, hogy utána neki merjek menni a nótilnek, vagy a minimum művelésnek, és azt is csak egy kis területen kipróbálva, és miután azt láttam, ha tudatosan fölépítjük mind a művelőeszközöknek a használatát, illetve a vetésforgó és a takarónövényeket beleépítjük, akkor ez a lazultság fenntartható, sőt, ugye mivel én kisgépekkel dolgozom, egy nagyon egy régi 82-essel kezdtem, az a három késes lazítót elvitte 40-35-40 centin. Ezek javarészt még mindig odaig tudom lenyomni a gazdabotot eddig a mm, szintig, viszont a takarónövényekkel és a, az egyéb kultúrákkal már sikerült azt élni, elérni, hogy bizonyos részeken meg simán leszalad már tövig a gazdabot. Tehát ezek áttörhetők és átjárhatóvá válnak az múlásával. Szerintem simán tud működni, hogyha az ember észre csinálja, és amit kökény is nagyon sokat mond, meg sokan mondják, akik notillet ö, oktatnak vagy segítenek, tanácsolnak, hogy itt utána már sokkal többet kell gondolkodni, és kevesebbet kell gépbe ülni. És hogyha ezt valaki szereti, tehát az a baj, megint csak akkor a problémára, hogy miért nem terjedt el, akkor már kicsit erre is rákanyarodni. Mert van nagyon sokan, akik meg szeretnek beülni a gépbe, és erőből akarják megcsinálni azt, amit a természet régen kitalált, és gyönyörű szépen meg tudja oldani. Ezt a mintázatot kellene nekünk inkább leutánozni, és ezért fontos az, hogy gondolkodjunk, és úgy oldjuk meg a problémákat. Akkor gyakorlatilag itt a két véglet tekintetében Ezt két akartad. véleményt. <laughs> így van, így van, így van, két véleményt hallottam. Akkor, mert nagyjából ugye ebbe kóstoltunk bele, de akkor nézzük meg a konkrét technológiát, amit alkalmaztok. Zoli, maradjunk akkor nálad, tehát akkor nálad, nótil no van gyakorlatilag a teljes területeden? Nem teljes területen, de csak azért nem, mert nincs meg a megfelelő eszközön még ahhoz, hogy a magot a megfelelő helyre tegyem. Tehát azt vallom én is, hogy a nótilnek no is, meg mind a mezőgazdaságnak és a növénytermesztésnek az alapja az, hogy a mag az jó helyre kerüljön. Ez kerüljön be a kellő mélységbe és a kellő takarással. Nekem egy pöttinger vitaszem egy tárcsás, vagy féltárcsás vetőgépen van, ennek megvannak a korlátai, a puha homokba, a laza homokba könnyedén bele tudok vetni direktbe akármilyen körülmények között, viszont hogyha már egy kicsit megyünk bele ezekbe a vályogosabb részekbe, ott már elszalad csak a tetején, és a mag fönt marad. Tehát, hogyha valaki tökön akarja magát szúrni, akkor essen neki fallal, és akkor csinálja, a falnak, és akkor csinálja, ahogy akarja, de az nem fog eredményhez vezetni. Ezért nekem is még vannak olyan időszakok, amikor minimum művel nem kell, ez egy ásó történik, azt is igyekszem minél sekélyebben, mert a homokban minden beleszalad. Tehát, hogy itt könnyedén lehet beleszalajtani a gépeket, eszközöket. Igyekszem csak a tetejét annyira föllazítani, hogy a mag kellő helyre le tudjon menni. Egyébként milyen növényekkel foglalkozom, mert szerintem a teljesetetben erről nem volt szó, bár ugye a homoki babot meg a zöld borsót azt itt kiemeltük. Hát itt is történt egy váltás, ugye én is a hagyományos növényeket termesztettem eddig, de aztán mivel ebben csökkent a potenciál, így fordultam én is, meg azt látva, hogy a talaj csak úgy tud épülni, hogyha a hüvelyeseket beépítjük, vagy visszahozzuk, ezért én átfordultam ebbe az irányba. Először a köztesvetésekkel, vagy termesztésekkel, aztán most meg már inkább csak tényleg a hüvelyeseket próbálom, hogy ezzel építsem a talajt, és ezzel pótoljam a nitrogént, és utána erre ráépítve majd egy vetésforgót próbáljam meg gazdaságossá tenni a termelést, és minél jobb talajállapotot és talajes egészséget elérni. Hogy ez konkrétan hogy néz ki, hát akkor kezdjük inkább azzal, hogy általában eddig úgy történt, most ez megint váltás alatt van, hogy őszit követett tavaszi vetés. Az őszi ugye lekerül mondjuk június-július környékén, utána volt egy pihentetett szakasz, abba vagy minimum műveléssel, vagy direktvetéssel belekerült a takarónövény, ez egy saját keverék volt, minél több faj, de minél olcsóbban, és utána ez áttalált, végigment, és ebbe jött bele direktbe a volt, amikor napraforgó, az nem sikerült, arról is majd beszélhetünk, hogy miért nem, és hogy ennek mi a hátulütője, mm, illetve a kukorica. Az viszont már mm, hát három évig volt így direktben, most már az kikerül a vetésforgóból. Helyette most bekerül majd a homokibab, illetve köles fog belemenni. Akkor most már kapva kapok az alkalmon, hogy mi volt itt a napraforgóval a probléma? Ahogy ez Berend Feri is sokszor elmondta, hogy van itt szerintem egyébként egy ilyen berögzültség is, hogy a gazda az minél hamarabb szeretne már kimenni, és hogy a napraforgót az korán lehet vetni, meg akar már a gazda dolgozni, hogy gyerünk csináljuk, de a napraforgó is egy melegigényesebb növény szerintem annál, mint ahogy mi hisszük, és én is itt követtem el a hibát, hogy egy az nótia no ment, ahol a tábla sokkal lassabban melegszik. Volt azon a táblán pont egy kis víznyomás is, és Először próbáltuk itt ezen a területen a, a, a direktvetést, rétól jött el nekem vetni direktbe, mert ugye saját vetőgépem ilyen nincs. Hidegbe ment a mag, nyitva maradt a magárok, jött a, a még egy hidegebb lehűlés, és megakadt a mag, és egyszerűen nem tudott úgy kikelni, nem tudott úgy fejlődni itt ezen a táblán még le is tud cserepesedni, az is, tehát, hogy minden, amit csak lehetett, az rájött, és lett egy ilyen 50%-os állományom, és ebből adódott utána a probléma. Egyébként itt a kérdések, olvasói kérdések között Juszko, Tomi, aki nagyon-nagyon-nagyon sok mindent kérdezett tőletek. Itt konkrétan rákérdezett a hőmérséklet, talajhőmérséklet, kelés kapcsán a dolgokra, akkor ez homokon, amire az ember azt gondolná, hogy egyébként előbb melegszik, de mivel van rajta takarás, akkor itt is érezhető abszolút, hogy nótilben később kell kimennetek és elvetnetek az adott növénykultúrát? Nincs. Olyan szintű ez a probléma, mint mondjuk máshol. Tehát én mértem talajhőmérsékletet, meg volt az optimális. Tehát 12-17 fokos volt körülbelül a, a nappali talajhőmérséklet. Csak ugye nálunk ez ingadozik. Ugyanúgy éjszaka lehű, ugyanúgy nappal fölmelegszik. És hogyha bejön egy hidegebb periódus, akkor ugye nem tud úgy fölmelegedni. És egyébként is, hogyha fönt van a szármaradvány, akkor ez egy kicsit úgy, mm, ez a görbe, ez Kiegyenlítődik jobban, de el kell tolni. Én is azt látom, kicsit a, a, a vetések. Főleg mostanában van az, hogy hogy az április kicsit melegebb, akkor az emberek már mozgolódnak, hogy próbáljuk meg, próbáljuk meg, aztán április vége lehűl, május eleje még megint csak olyan hűvösebb, ez az elmúlt két évben szerintem pont így volt, nem tudom ti esetetekben mennyire, de nálunk így volt, és a május eleje is még hűvös, és majd utána a tizedik, vagy május közepe környékén szépen bejön a meleg, és akkor meg tökéletes. Ezt pont a homopibb kapcsán kezdtem el megfigyelni, mert ő viszont nagyon érzékeny a, a talajhőmérsékletre, olyan meleget szereti, és hiába vetettem mondjuk április végén, amikor már megvoltak azok a nappali 20 fokok, vagy az átlaghőmérsékletek, akkor sem tudott olyan egyöntetően fejlődni, mint ahogy az kellett volna. És most már ő is olyan május tizedike környéken kerül majd a talajba, hogy egyöntetően ki tudjon robbanni, szép legyen a kelés, és normálisan tudjon fejlődni. Szóval nem tudom, hogy most ez a, a környezeti változások miatt is, -e, vagy pedig ez a, a művelésnek köszönhető. Lehet, hogy amíg szántottunk, vagy műveltünk, addig akkor ezek a a görbék mondjuk úgy voltak kiegyenlítve, hogy az éjszakai hőmérséket leült, de nappal, ahogy már jött a napsugár, egyből föl is melegedett, és mégis jobb volt a kelésünk még a hidegbe is. Lehet, hogy ez is szerepet játszik ebben. Ede, akkor a te technológiádat talán ezzel vezessük át, hogy itt a talaj hőmérséklet nálad a vetés tekintetében mit mond, és akkor talán itt fogsz is rá válaszolni, hogy hát tavasszal végül is akkor már nem, nem nótillezel, hanem sávozol. Így van. Na most nem tudom, hogy mennyire, mennyire csak úgymond az aktualitásokról beszéljünk, tehát hogy most ugye a sáművelés van porondon, vagy esetleg kicsit még, még, még arra kitérhetünk, hogy ugye mire ide értem. Ugye azért főleg az a előző úriembernek, a, 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 még a Tomi Juskó előtt, aki, aki kérdezett ott, ott volt, hogy hogyan vágjunk neki dolog, is lehet, hogy még abból egy kicsit átvezetve ebbe a témakörbe, még annyit érdemes lenne elmondani, hogy én, én úgy gondolom, és mindig is próbáltam arra törekedni, csak nyilván itt, itt az eszköz. Az, amit meg kell találni a célhoz. Tehát, ami, amit ugye én mindig akartam volna, hogy, hogy minél inkább talajtakarás, amit, amit igazából mondjuk meg őszintén, hogy, hogy lehet grúberezni, lehet lazítani, vagy rövid tárcsázni néhány centin, de Isten igazából tényleg a, a nótil no az, ami minden szármaradványt ott hagy, illetve most ez a félig-meddig véletlen folytán, a, ugye a 22-es nagy nagyaszály volt az, ami, 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 amikor én azt mondtam, hogy most már, ebből semmi nem lesz. Tehát úgy éreztem magamat, tényleg hát csináljuk már 16, hát már, már 8 éve úgymond itt kínlódunk, és akkor úgy éreztem, hogy mint ilyen tütübe, mint a balerina, itt itt, 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 itt máskálunk itt egy helybe, próbálunk előrébb jutni. De, de, nekünk úgy kell menni elő, előre, mint Shrek a mocsárba, tehát ez, ebből, ebből semmi nem lesz soha, hogyha, hogyha, most, most így e grúberezünk, most úgy lazítunk, nem tudom, és akkor én azt mondtam, hogy valami olyan komoly technológia váltás kell, ami tényleg hoz nekem annyit, amennyi, ami, amit én akarok, én remélek. Tehát, mert, mert azt, azt, már ugye megtapasztaltam én is régebben, hogy mondjuk egy, egy 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 grúberezés, tehát a művelési mélység, az azt mondtam, hogy, hogy az, az nem mondom, hogy mindegy, de egy ilyen 15 centire például, ha meg van grúberezve a talaj, az nyilván én napraforgóból tudok kiindulni, tehát ugye mondjuk más, egy gyengébb gyökérzetű növény, vagy más talaj, de az én talajomon például egy napraforgónak az, az teljesen maximálisan elég, és én abból gondolom ezt, hogy, hogy itt nem is a magának a növénynek a kiszolgálása folyik, hanem a mikrobiológia, hogy tényleg ez a, a, a 15-16 centi az, ahol ez a legaktívabb. És egyszerűen onnantól kezdve már a kelés, robbanásszerű, tökéletes a, a, a növekedés, mint amit, amit, hogyha megfelelő a talajhőmérséklet, ugye, hogy kanyarodjunk erre rákor, akkor robbanásszerű a kelés, a növekedés onnantól, mint amit puskából lőttek ki, de akkor is meg kell grúberezni, és akkor, és akkor már elveszítem a takarásomat, akkor már tavasszal simogatni kell, akkor már porosítom, rombolom a szerkezetet, és, és, én ezt nem akartam. Akkor ugye hát álmomban nem gondoltam még 22 mondjuk júliusba, hogy másfél hónap múlva lesz egy RTK rendszerrel egy traktorom, szóval ennyire hirtelen jött ez az egész változás, meg sávművelés, meg ilyenek. Én, én azt mondanám, hogy aki ezt az egészet el akarja kezdeni, tényleg, mondjuk akár a szántástól, annak egyrészt nagyon nem lesz egyszerű dolga, mert hogyha tényleg egy nagyon komolyat akar lépni, akkor az, hogy, hogy elteszi az ekét és, és grúberezik, mondjuk most azt mondom, hogy tarlóhánt, aztán meggrúberezi a talajt, utána tavasszal megkombinátorozza, az Szerintem semmivel nem jobb. Én, én, a, én az összes, de már szerintem több, lehet, hogy a nagy is mondták ezt már többen is, vagy többször is, hogy a, hogy a nem a szántás és a nótil, no hanem az intenzív, több menetben történő talajművelés, versus a a no til és, és a nem is tudom, hogy ott, ott, ott tényleg nagyon kicsi a mozgástér. Tehát amikor már, ott már a nótil, no ezek minimum til, meg, meg, meg nem tudom, ez mind, mind olyan, hogy egy. Hogy egy ilyen ilyen, ilyen, ilyen ráhúzzuk egy kicsit a regeneratív mezőgazdaságra, hogy most minimum til. Mondom ezt úgy, hogy azért ö, még mielőtt valaki azt gondolná, hogy én, én most itt ö, nagyot akarok mondani, vagy piedesztárra emelni magamat, nekem is például idén most van lazításom, tavaszi ö, például olajretket azt lazításba fogjuk vetni. Volt ö, akarat arra, hogy sámművelésben legyen vetve, de nem érkezett meg időben a művelő, és akkor már azt már nem akartam megkockáztatni, hogy ugye még a napra forgónak most valószínűleg a talaját azt márciusba szeretném megsávművelni, azt semmiféleképpen nem akarom, nem akartam már lazítani, de a olajreteknél ezt azért nem akartam megkockáztatni, mert ott azért már március elején vetni kellene, tehát az egy, az egy, az egy problémásabb valami. Úgyhogy egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy én most elítélek bárkit, akit nem sáműve, mert már azt csinálom. Én inkább ezt, ezt csak, csak, azért mondom, hogy, hogyha, hogyha, én magam úgy érzem, hogy eddig, eddig megvolt a cél, de valójában nem, nem úgy haladtam felé, ahogy, ahogy, akartam volna. És nekem ez a sávművelés az, ami egy kicsit nekem ez olyan, mintha a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, mert ezt azért a is lehet csinálni 30 cm de lehet csinálni 15 cm is, meg, meg, lehet úgy, hogy a sor az korom fekete idézőjelbe, tehát teljesen tiszta. Lehet úgy is, hogy a nagy Dani mondta ezt a a, a, amikor ö, veled beszélgetett, hogy hogy ők a sortisztítót nem is mindig használják, mert a kés is dob annyit félre, amennyi már bele tudnak vetni, és akkor még jobb a takarás. Tehát, hogyha csak, hogyha csak a mikrobiológiát nézem, hogy valószínűleg az elég a, a, annak, hogy mondjuk a napraforgóm az, az, az jó működjön, akkor lehet, hogy egy 16 centinak akár elég sám művelni, és hogyha mondjuk tényleg egy kapás kultúrát nézek, hogy 75-76 centinként van megsám művelve, 16 centi mélyen, az azért talán nyilván nem nótil, nem no tehát nem, nem is állítom ezt, hogy nótil, no mert az egy még, egy még egy külön fokozata ennek az egésznek, csak nem biztos, hogy bármikor is azt el tudjuk érni. Biztonsággal. Mert hogyha ez nem pénzre játszanánk ezt a játékot, akkor teljesen mindegy lenne. Akkor vetnék én is direkt, aztán hát most másfél tonna lett, vagy két és fél, vagy három. Hát jó, hát most na. De a talajt tudnám építeni de, de mivel itt azért, ez, ez, főleg azért az utóbbi néhány évben azért nagyon kiélesedett a dolog, így én úgy gondolom, hogy, 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 ezt biztonságosan kell csinálni. Valójában ez, ez egy nagyon jó kérdés, hogy tényleg hogy kezdje el valaki mert egy, ez egy akkora váltás egy ekéről, egy, egy lazítóról, grúberről, hogy, ugye precizitás nélkül mondjuk sávművelésbe, tehát úgy értem, hogy egy mondjuk RTK kormányrendszer nélkül, vagy kettő, mert akkor vetni is kell, valószínűleg nem ugyanaz a gép fogja csinálni. Tehát nyilván ez az azért beruházás igényes dolog. Ez ennek, ennek, ennek akkor lehet esetleg majd könnyebbsége, hogyha hogyha ez egy kicsit elismerté a népszerűbb lenne, és akkor, akkor ugyanúgy, ahogy most vannak, akik bérbe műveltetik a földjüket, és akkor mondjuk megszántatják, vagy meglazítatják valakivel, hogyha, hogyha minden faluban lesz három sávművelő, akkor meg valakivel, és akkor utána akár egy SPC-vel bele lehet vetni. Tehát, tehát, onnantól kezdve, hogy meg van sávművelve, egy 50-es MTZ-vel, SPC-vel, mindegy, hogy négy soros, mindegy, hogy hat soros, a sortávolság a stimmel, akkor kézzel bele tud vetni. Még a tavaszi vetést egyébként azt, azt tényleg ahhoz még kormányrendszer se kell, egy kicsit nagyobb odafigyelés, sorközműveléstől egy kicsit még könnyebb is. Tehát, tehát meglepően viccesen könnyen bele lehet vetni. Nyilván jobb, hogyha magától megy a gép egyértelmű, de ezt meg lehet csinálni. Tehát, hogy hogy kezdjünk bele, Hát nem, nem, is olyan egyszerű ez a dolog. És akkor még, még, egy szót nem ejtettünk arról, hogy takaró növény, hogy azt mit, meg hogy, csak maga, maga a gépesítés. Tehát nekem is van otthon olyan lazítóm, amit, amit, szépen felújítottunk, homokszoltunk, lefestettük, és akkor három éve ott van letéve, mert, mert, mert nem vettük elő, nem is akarom elővenni, de, de, de ott van mint most ez a másik lazító is, ami, amit most ugye a olajretek táblánál alkalmaztunk, ez is, ez is megvan, pedig már egyszer majdnem eladtam egy jó barátomnak, <laughs> innen is üdvözlöm a, boly, lakóit, és ugye talajt építeni úgy, hogy mondjuk el is vetem a takaró növényt, de utána majd beleforgatom. Főleg egy lazább, lazább talaj. Tehát, tehát, amikor látom azt, hogy tavasszal mondjuk egy homok talajon is mondjuk két menetbe csinálnak magágyat, ez amúgy is még, 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 még nálunk is a 70-es kötöttségű talajon, mikor két-három menetbe csinálják meg a, a, a magágyat sokszor, én, 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 sajnálom. Tehát régen, mikor néztem a videók, hogy ú, megy egy gyönyörű, nagy, nagy piros, ilyen-olyan színű munkagép, és akkor 12 méteres Kombinátor, milyen szép a nagy táblába, és akkor porol, az nekem már most bántó, egy, tehát a szememnek, meg úgy a, úgy a lelkemnek. Tehát, hogy én, én ugye átszellemültem elég rendesen ezzel a regeneratív dologgal is, és nekem az, amikor azt látom, hogy porol valami, az mindig egy, tudom, hogy az rossz. Tehát az egy, az egy rombolás részben ugye, ami kérdésem volt, hogy a talajhőmérséklettel te hogyan tudsz, vagy ahhoz hogyan tudsz idomulni, ugye a sávművelésnél el szokták mondani, hogy sávművelés nagy előnye, hogy gyakorlatilag abban a sávban, ahol végigment ugye a gép, ahova majd bekerül a, a vetőmag, az ugyanúgy melegszik, mint konvencionális gazdaságoknak a táblái? Nálunk nem, 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 a melegedés a legnagyobb probléma szerintem, hanem én a saját példámból a 23-as tavaszból kiindulva ismerőseim közeli gazdálkodókkal tudom ugye magam összehasonlítani, és abszolút egyáltalán nem, nem semmilyen nem negatív felhangként akarom ezt mondani de ugye az a különbség, hogy én nekem a sávok, azok elkészülnek, vagy elkészültek ugye 22. mondjuk szeptemberben, úgy nagyjából, meg októberben, viszonylag sima felszínnel, én azzal, azzal abszolút semmit nem csináltam, és a, a melegedés az egyik dolog, de a vetésre alkalmas, optimális, közeli, nedvességi állapot az viszont egy másik dolog, ami nálam hangsúlyosabb is. Azok, akik ö, úgy, úgy, úgy szerencsét lenebbül, hát most csak ezt tudom mondani, mert akkor máshogy nem nagyon lehetett csinálni, de 22 őszén ö, mondjuk lazítással csinálták az alapművelést, nekik azért jóval hontosabb lett a terület, és ugye ez tavasszal egy kicsit talán hamarabb is a nagyobb felület miatt nagyobb volt a párolgás, hamarabb rá tudtak menni, mondjuk megkombinátorozták egy sorral. Ebből kifolyólag az még jobban szikkadt, és utána április, mit tudom én, elején már megkombinátorozták még egy sorral, és mire utána néhány napúha ment a vetőgép, addigra ez már elbírta jobban a traktort, tehát szerintem kevesebb tömörű, tömörítéssel meg tudták csinálni a vetést. Én viszont nem csináltam semmit az egésszel, a szalma a sor közben ott volt, a sorokban ugye a bolygatatlan talaj az mindvégig nedvesebb volt sokkal, mint, mint, máshol, és ugye emiatt nekem azért nekem, nekem, egy kicsit tolódik a vetésidőm. Ami viszont megmondom úgy, hogy van egy probléma, és, és megint érdekes, hogy a végletekről jöttünk, és, és, ez egy kicsit emiatt lehet, hogy másabbul csapódnak le ugyanolyan dolgok, ahogy Zoli mondta, hogy lehet, hogy később kellene vetni, mert hogy, hogy igaz, hogy úgy tűnik, hogy április elején már melegszik a talaj, de utána visszahűlik. Nálunk meg egy olyan probléma van az utóbbi hát már vagy három-négy vagy évben, hogy én meg azon gondolkozok folyamatosan, hogy előrébb kellene hozni a vetést, mert hogy május elején általában mindig nagy mennyiségű ö, több tíz, meg sok tíz milliméter csapadék érkezik, és hogyha nem vetem el időbe a a, a napraforgómat, akkor az, az tehát úgy látom, hogy a többiek, akik most ne is beszéljünk még a sávművelésről egyenről, egyenlőre, mert ez akkor is jellemző volt, mikor mondjuk grúbereztem, tehát, hogy, és akkor tavasszal, tavasszal mi is simítottuk azért a tetejét, vagy, vagy mondjuk úgy magágyat készítettünk. Aki hamarabb vetette el, annak a, annak a növénye már valamennyi nedvességet vet ki a talajból, és jobban be tudta fogadni azt a esetenként akár 40-50 mm -nyit, ami, ami amit kapott viszonylag rövid idő alatt. Én viszont általában korábban is, meg, 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 meg most is ilyen április 20-a környékén vetettem, és nekem még pici volt, a, még éppen ki volt kelve a a napraforgóm, amikor, amikor az, a, az, az eleve jó nedvességű talajra jött ugye a nagy mennyiségű csapadék, és akkor, és akkor bizony belvíz is ki tudott alakulni május elején, illetve hát ha nem is konkrétan szemmel látható víz, de olyan szinten telítődni tud a talaj, ami megint én úgy gondolom, hogy a mikrobiológiának a inaktivitását okozza, mondjuk baktériumok azért lehet, hogy betokozódnak például, és akkor nincs, nincs megfelelő tápanyag Áramlás, és akkor a növényem attól fog szenvedni. Tehát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, hogy mikor vetek, hogy vetek, és ugye például, hogyha nótia no bevetnék, akkor valószínű, még később tudnék vetni, és nem biztos, hogy a hideggel lenne bajom, hanem, hanem akár a csapadék befogadó képességgel is. Akkor mi a megoldás? Hát én úgy, úgy látom, hogy, hogy a be történő, mondjuk úgy, hogy ilyen, ilyen idő, időben, nem, nem, túl, nem, nem, nem elnyújtott időpontban történő vetés. Most nekem ezek a, ezek a, terveim vannak, hogy ez az április közepe, tehát egy, egy, egy másfél héttel azért legalább hamarabb kellene vetni. Persze ez kérdés, hogy, hogy teljesen más igények is felmerülhetnek egy ilyen technológiánál, mint egy hagyományosnál, tehát lehet, hogy kellene egy akár, amit Berend Feri is, is beszélgetünk már, hogy egy sáfrissítő gép, vagy valami olyan eszköz, amivel akár teljes felületen tudnék egy kicsit talán úgy levegőztetni a talajon, nem csak a sávokban, hanem közötte is. tehát Most például egy küllőskapa, én azzal fogom majd megpróbálni most most idén, ami, ami azért abszolút nem kever, minden szármaradvány maradvány fönnmaradna, fönn de talán egy picit meg tudná szellőztetni, és akkor lehet, hogy ezzel hamarabb tudnék mondjuk, mondjuk esetleg vetni. Akkor nézzünk egy kicsit gépészeti kérdéskört, hiszen edete már belekezdtél, és akkor visszatérünk, mert a vetőgépedre kíváncsi vagyok. De ugye neked gyakorlatilag, ahogy látom, volt valamennyi forrásod ahhoz, hogy a gépészeti hátterét megteremtsd annak a technológiának, amit ugye folytatsz. Itt ugye beszéltünk az rtk traktorról, beszéltünk magáról a sávművelőről, a jövőbeli küllős tehát valamennyit oda tudsz tenni a gépészeti oldalra a bevételből. Zoli, viszont te itt az elején mondtad, hogy nem tudtál úgy haladni, nincs akkora bevételet, hogy, hogy mondjuk ekkora beruházásokkal megtámogasd a, a technológiádat, viszont itt már azt is említetted, hogy például a rétó jött hozzád direktben vetni, tehát gépészeti szempontból neked mik a lehetőségeid, mik a céljaid, és a kettő között hol tartasz, mit hogyan tudsz megvalósítani? Hát nekem fontos szempont volt akkor még kicsit a, a gépesítés, és ha művelünk még mindig, hogy a forgatás része ki legyen iktatva, maradjon csak a keverés. Volt egy tárcsám, amit még azért sikerült megvenni, az nem egy nagy beruházási költség, de aztán rájöttem, hogy ez nem egy jó eszköz nekem arra, hogy minél több szármaradvány fönnmaradjon, illetve ugye, amit mondtam is, hogy a forgatást azt ki kéne iktatni, hogy kellene nekem mondjuk egy ásó borona, ami olcsó is és jól tud szuperálni ezeken a talajokon jó, akkor sikerült a tárcsát elcserélni egy ásó Onnantól kezdve már adott volt, hogy szármaradvány egyre több marad fönt, lazultságot a vetéshez elérem. Ez volt az, ami egy, nem egy beruházás igényes dolog, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor csak az odafigyelés a, a, lényeg, hogyha már van egy tárcsája, és mondjuk az még ugye a régi hagyományos domborúlapos tárcsa, akkor azt ne agyig járassa benne, mint ahogy ezt szokták, mert hogy azt csak úgy tud működni a társa, hogy ha az tengeig jár, valahogy ezt én nem tudom befogadni, hogy ez, homokon, ez, valami fét is, hogy addig kell nyomni a tárcsát, abig bele tud menni a földbe. De nem, mert ugye lehet azt beállítani is, és hogyha már precízitásról, vagy precíziós gépekről beszélünk, nem ott kezdődik a, a precizitás, hogy van egy precíziós eszközünk, hanem van egy precíz ember, aki be tudja a hagyományos eszközöket állítani. Tehát akkor teszem azt tényleg csak a tárcsát is megpróbáljuk elszalasztani a talajfelszínen. Hogyha már beszéltem a lazításról, hogy azzal kezdjük el, hogyha nincs is lehetőségünk megvenni egy eszközt, de ki tudunk bérelni, vagy pedig meg tudunk ha, bízni is valakit azzal, hogy az első lazítást, azt megcsinálja, utána meg észre fönn tudjuk tartani a lazultságot. A vetés az már egy problémásabb rész, mert hogyha valaki be is van rendezkedve a konvencionálisra is, azt van is egy vetőgép, az általában még szerintem túlnyomó részt, akik kis nekik egy csúszócsoroszjás vetőgépük van. Na, itt ez már nehéz. Láttam én is a Facebookon olyan képeket, akik tudtak gyönyörű szép vetést abszolválni is, de itt azért én kicsit kritikus lennék, mert, mert, nem feltétlen biztos, hogy mindenhol el tudod érni azt a mélységet és az optimális helyre belerakni a magot. Szóval ott minimum egy, egy gépnek lennie kell, ami, ami oda tudja tenni a magot. Ha meg már majd direktvetésről beszélünk, és a, nem a minimum művelésről, ott meg, hogyha már kicsit kötöttebb is, és kell a, a nyomás is, akkor ott meg kell tényleg egy erősebb egy vetőgép. De ezt a puding próbálja az evés, és mindenki kipróbálja az eszközét, hogy hogy tud teszem azt tarlóba belevetni. De ott is meg kell választani azt, hogy mikor. Ha például nyári szárazságban próbálunk egy gazdabotot belenyomni a földbe, ami ki van száradva akár egy méter mélyen is, lehet, hogy kalapáccsal nem fogja tudni beleverni az ember. Viszont jön egy százmilli eső, ami nem szokott, de ha jön, utána kimegy, akkor le tudja nyomni a gazdobot. Most akkor nekünk ki kell menni erőből megcsinálni azt a talajállapotot, hogy mi tudjunk vetni, vagy meg kell várnunk az optimális időt. Ez megint kérdés. Szóval hogy erőből akarjuk megoldani, vagy pedig hagyatkozunk a természetre. És akkor a elképzelés a gépészeti oldalról, amire szükséged van, és amifele próbálsz elindulni. Tehát ilyen következő beruházások, és most nyilván nem a hűden nagy álomra vagyok kíváncsi, hanem ami, ami, reális, és ami mondjuk elérhető lesz. Gondolom azért egy, egy vetőgép, az mennyire, mennyire van ott a fejedben, mennyire kell, vagy, vagy, vagy mennyire lehet megmaradni 40 hektáron bérmunkával. Nekünk az a jó ezeken a területeken, hogy itt a gazdák azért kicsit összetartóbbak. Tehát nem az van, hogy van egy 200 hektáros gazda, aki pályázik a szomszédos 50 hektáros gazdának a földjére, hanem itt kis gazdaságok vannak. Mi beszélünk egymással és segítünk egymásnak. Hogyha nem sikerül valamit magunknak megoldani, akkor megkérjük a másikat, ha ő se tud segíteni, akkor ugye bérmunkához folyamodunk. Nekem van egy vetőgépem, ezzel sok helyen el tudok vetni. Direkt Szoktam is csinálni, de vannak korlátai a, korlát a vetőgépnek, és ezt szeretném lecserélni Volterben, hogy eladom és veszek helyette egy direktvetőt, csak nem tudtam árérték arányban olyan cserét csinálni, ami számomra megfelelő lett volna. Most próbálkozunk így olyannal, hogy építsünk akkor magunknak egy direktvetőt. Itt szerintem volt is a kommentek között kérdés, hogy késes vagy pedig, vagy pedig tárcsás vetőgép nálunk homokon a legnagyobb probléma az maga a homokból adódik, hogy ha csapágy van, az tuti, hogy teli megy homokkal, bármilyen záró lehet rajta, de a homok az mindenhova belemegy, és mindent fölzabált. Teszem azt, nekem van a vetőgépen 25 tárcsám, azon van 25 csapágy, akárhogy is vigyázok rá, vagy pedig próbálom, azt 100 hektáronként le kell cserélni az összeset. Nem bír ki többet, hiába veszek jobbat, nem, nem, nem. És ezért ö, szeretném én inkább a késeset. A másik ö, esetleg előnye, minden, minden rendszernek megvan az előnye és a hátránya. A tárcsással talán jobban lehet mélységet tartani, mert ö, ugye a mélységhatároló kerekekkel, akár lehet a tömörítés is jobb, meg, meg nem, talán precízebb egy kicsit a, a tárcsás rendszer, de a késes rendszerre meg, amit meg is majd el tudsz mondani tapasztalatban, az átmegy mindenen, az nem, nem foglalkozik semmivel, az megy és, és nyomja bele a, a, magot, és ott is vannak olyan helyzetek, amikor a, a késes a jobb, teszem azt egy nagy szárkupac, mondjuk kukoricaszár, amit kidobott a kombánya a forgónál, és abba egy rendszer át fog szaladni, a késes az viszont át fogja vágni. Ha átszalad rajta, ugye emelkedik a, a, csoroszja, a magot a mulcsba fogja tenni, nem jó helyre kerül a késes, viszont eltúrja a, a mulcsot, és alá fogja rakni bele a talajba. Én most e felé fordulok egy kicsit, hiába nem annyira szimpatikus nekem a precizitás hiánya miatt a késes, de most ebben meg azért, mert ugye fajik egyszerű, és nem kell csapágyakat cserélnem állandóan. Szóval a terv az az, hogy szeretnénk építeni egy ilyen késes, többen összefogva építeni egy ilyen késes rendszerű vetőgépet, egy régi vetőgépet átalakítva, és ezt szeretnénk majd próbálgatni. Ha ez nem válik be, akkor viszont kényszerülünk arra, hogy valahonnan vegyünk egy olyat, ami, ami már működik. Eden állatok, ha jól tudom, akkor rád vetőgép van, ugye? Így van. Késes. Így van, igen. Én csak annyit mondanék, hogy a magnak egy a lényeg, hogy ne legyen a fő tetején, nem kell itt annyira ezt túldimenzionálni, sőt, mindenféleképpen kerülni kell a túl Egy néhány éve már tudom én egy-kettőtől a maximum 5 centig vetek mindent, nem is, nem is állítok semmi, semmit a vetőgépen, csak ha maximum a talajállapot miatt esetleg valamiért mélyebbre vagy sekélyebbre kerül a mag, de amúgy mindenféle magot mérettől függetlenül ebbe a mélységbe vetek, és azt szerintem kezdjük ott, hogy megint a átállás és akkor a gépesítés, hogy én ugye hogy kezdtem, ott 16 őszén, ugye az őszi, ha már egyszer gabonavetésről van szó, hogy kezdtem el a, a, a no őszivetést, Hát ugye nekem egy egytárcsás, elég jó, komoly gabona vetőgépen volt. Nem azért, mert hogy, hogy nem, nem, akartam volna más miatt, hanem igazából ugye nem ö, tehát használtan ez, ez, volt, ami leginkább elérhető volt, és az volt a terv, hogy ez, ez igaz nem direkt vetőgép, de azért ezzel bele lehet tenni a magot a talajba, majd átvágja a szármaradványt, és akkor gyönyörű szép lesz. Öreg szerkezet volt, Hát akkor vessünk direkt be, napra forgó tarlóba, hát mi baj történhet? Hát az lett a probléma, hogy a 16-os ősz az olyan a nótilhez no képes brutálisan nedves volt, amúgy aki művelte a talajt, annak megint, megint ugye bejött ez, amit a, tavaszi vetésnél is mondunk, hogy a, 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 megmozdított talaj azután a hamarabb vissza is, vissza is szárad, és akkor lehet vetni. Na hát az következett be, hogy gyakorlatilag a vetőgéppel nem bírtunk vetni az Istennek se. Ugye a bolygatatlan talaj, ülepedett, viszonylag kemény talaj egyszerűen nem akart száradni, és, és azért mindenki tudja, hogy, hogy, hogy igen, hát persze lehet vetni gabonát október 1-től vagy szeptember 20-ától november közepéig, csak hát általában van egy októberben, van egy hét, amikor optimálisan lehet vetni, utána meg vagy, vagy tiszta nyálka az egész, vagy ha abszolút nincsen eső, akkor az egy, meg egy, egy betonnál válik, de, de általában azért, azért, nem olyan hosszú az optimális vetésidő egy, egy, egy búzára, vagy akár árpára. Történet lényege, hogy ugye ősszel már nem is úgy szárad a talaj, és bejött ez az esős idő, és gyakorlatilag szerintem egy másfél napot tudtunk vetni maximum direktbe, de, de, olyan kínlódás árán, hogy tehát nem forogtak a kerekek, csak a tárcsák gurultak, Na, szóval az, azt mondtam, hogy jó, hát ezt fel kell adni, nincs értelme egyáltalán, meg azt a eleve már ülepedett nedves talajt, még jobban csak nyomjuk össze-össze, és, 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 tényleg a, a keményből beton, a, kezdtük is az egészet, hogy betonná vált, az a Lágy. Nálunk van egy olyan talajállapot, amit Zoli biztos vagyok benne, hogy nem is hallott még. Úgy hívják, hogy lágy kemény. Ezt, aki, vagy, ezt aki, 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 ilyen talajok a, a, van, az biztos tudja, amikor olyan a talaj, hogy, hogy mint a gyurma, hát igazából kb. tényleg, mint a gyurma, az az állapot, hogy úgy, 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 meg is bírja a traktort, de, de össze-vissza nyomhatod, nem, le, nem jön szét ez a gyurmától talán puhább egy kicsit, de olyan keményen lágy. <coughs> Na mindegy, feladtuk ezt a vetést, és akkor hát kezdődött a kókányolás, műtrágya szóróval elszórtuk, és akkor hát még tárcsázni se bírtam már, akkor a sima tárcsa az is beragadt volna. És akkor elkezdtük, elkezdtük Gruber bekeverni, de hát az sok minden volt, csak éppen jónak mondható, nem. Azért én így, mivel a saját munkámat azért megengedem magamnak, hogy minősítsem, tehát egy kókányolás volt a dolog. Végül 17-ben egy olyan elfogadható termés lett belőle végül, de nem azt mondtam, hogy soha többet, és ugye itt jön be a képbe az, hogy ugye én is a, a késes vetőgép felé mozdultam el, többek között emiatt nagyon, mert... Mert nálunk ez egy nagyon-nagyon ez valós probléma, hogy ősszel nem úgy szárad a talaj, és egyszerűen amikor én például a radvetőgépel én amikor tudok vetni, akkor mondjuk egy tárcsás, szinte azt mondom, hogy bármilyen vetőgéppel még nem tud senki, most lehet, hogy két nap óva már igen, tehát most ez nem azt jelenti, hogy a többi használhatatlan, hanem szélesebb időintervallumban tudok vetni, és ez nekem egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges szempont. Az az igazság, hogy a késes vetőgépnek vannak azért, ahogy, ahogy Zoli is mondta például, ami nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, hogy alávág a szármaradványnak, és mindig jó lesz, a, vagy jobb lesz sokkal a magtalaj kontakt. Nekem a, utána a következő éve, évi vagy két évvel később, ahogy ez a 16 őszi vetés volt, akkor a nyári takaró növényvetésnél például a szalmába gurult a vetőgép. Tehát hiába tárcsa, hogy majd átvágja, de a puhán azon, azon gurult. Tehát egyszerűen nem tudta átvágni, és úgy emlékszem, hogy nálad is előkerült ez Hannoverbe, talán a Horsnak, vagy nem is tudom melyik vetőgépnek a interjúján mondta a. Úri ember, hogy, hogy ki lehet egészíteni ilyen csillagkerekekkel, hogy elterelje, hogyha puha a talaj, akkor ugye belenyomja a szárat, és ugye a herpining az egy nagyon nem kívánatos jelenség. Így van, ez Száz Zoltántól hangzott el Hors no. standján. Nézzétek így. meg azt az adást, aki még nem hallotta. Az összeset, az összeset. <laughs> az meg az összeset is kétszer. <laughs> és tehát például ez is a késes vetőgépnek számomra egy nagy előnye, akár olyan is lehet, hogy bizonyos mennyiségű szármaradványig, hogyha van egy kisebb kupac, mondjuk a szét tudja húzni nyilván, ugye a késes mi voltából elkövetkezik az, hogy nem, hogy, hogy nem húzza szét, hanem összehúzza, és akkor, akkor viszont már lehet olyan, hogy, hogy, hogy ezzel nem tudok vetni mondjuk szimpla gabona sortávra, még egy tárcsás vetőgéppel igen, tehát nyilván ilyen is van, kár lenne tagadni, bár most éppen egy olyan Kis, kis, újítás előtt vagyunk ezzel a késes vetőgép témával kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ilyen tárcsás rendszerben is gondolkozunk kiegészítésképpen, de egyenlőre ez még, ez még csak... De az a vágó funkció miatt, nem? É, Tehát igen, tárcsa. igen, 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 Meg még egyéb ilyen nyalánkságokat is kis, ki ókumlátam már a radvetőgéphez, de egyenlőre ez még, ez, még, ilyen, ilyen fejbe lévő tervezési stádiumban van hogy pont emiatt, mert azért én is látom azt, hogy van, vannak szituációk, amikor kellene az elővágás, illetve Kicsit a tavaszi direktvetéshez hasonlítva, itt az ősszel is lehet olyan, amikor, amikor én magam is úgy gondolom, hogy, hogy, lehet, hogy lehet, hogy valamilyen mértékű talajmunka kellene, amit, amit amit nem, nem, is, nem is szeretnék én talaj, Tehát nem, nem, egy külön munkagépel akarnék, hanem egy kicsit ezt is ilyen striptil jellegű, en szeretném, ugye a horsnak is nem is tudom melyik a fókusz, vagy melyik Igen, a a, a gépe. Most nem azért mondom a horst, mert, mert csak ez jutott az eszembe, vagy a klédon, vagy, vagy bármelyik. Tehát lehet, lehet olyan, olyan szituáció, amikor szükség lehet rá, illetve ugye tudom, van ilyen kérdés, vagy, vagy téma vázlatba volt benne, hogy tápanyag kiutatás. Na most egy ilyen, egy ilyen rendszernél például az is megoldható, akár sorolás, sor közé, ö, ki hova, hogyan szeretné, mert ugye más, hogy például a tápanyag is, ha egyáltalán nem történik talajmunka, akkor azért nehézkesebb, bár hozzáteszem, hogy a késes vetőgép előnye megint megvan, hogy például nálunk nagyon sokan csinálják azt, hogy rövid tárcsáznak csak mondjuk egy napraforgó után, és ott nyilván alapműtrágyát mindenféle, amit akarnak, kiszórják, be, mondjuk akkor lehet márkát mondani, hogy bekerrierezik, mert 90 százalékba kerrierek vannak nálunk, és akkor az se kerül le 20 centiméjére, tehát ugye itt a, a műtrágya bedolgozás kérdése az is olyan, hogy lehet, hogy egy késes vetőgép annyi, az, az mondjuk úgy, hogy eltünteti a műtrágyát, tehát nem fog a talaj felszíné maradni, tehát annyira lehet, hogy bekeveri, mint egy rövid tárcsa, egy, egy tényleg jó sekélyen járatot rövid Úgyhogy van egy van egy ilyen funkció is, illetve akkor megint, megint azt mondanám, hogy ha már, ha már itt tartunk, akkor, akkor kicsit kiegészíthetjük azzal, ami lesz majd egy, egy olyan téma is, hogy a keréknyomok kérdése, hogy a késes vetőgép azért megdolgozza a talajt, és egy tárcsás vetőgéppel nem tudom, hogy mennyire valós probléma ez, hogy egy ilyen egyenetlen talajnál az egyenetlen is marad. Tehát egy full no rendszerben, ahol tényleg mondjuk ha tavasszal is no lenne, meg ősszel is, és minden tárcsás, akkor ott én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy egy, egy, ilyen kicsit halmozódó probléma lenne a talajegyenetlenség. Tehát előbb-utóbb én nem hiszem el, hogy a ilyen sima maradna, mint az asztal. A talaj, tehát egy valami... valami... É, igen, igen. De miért nem, miért nem lenne, amikor külön mozognak a csoroszják? Nem arra gondolok, tehát hogy maga, maga a talaj, mondjuk a, megy a kombány, egy pici nyom azért lehet, permetező, bármi, maga a vetőgép, vagy a kerekek, a, 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 tehát hogy egyszerűen egy, egy, egy biliárdasztal simaságú területet elkezdünk használni, akkor az nem marad biliárdasztal simaságú. És, és, lehet olyan szituáció, mint ahogy most például, ami, ami, egy külön érdemes azért róla beszélgetni a talajtömörödés, akár betakarításkor, nekem is most van egy táblám, ahol, ahol sikerült még azért éppen-éppen viselhető mértékűen ezt, ezt elkövetni, ezt a betakarítást, de egy egyenetlenségi probléma van, ami a vetőgép után már nem is annyira látszik érdekes módon, mert annyi, annyit bolygat rajta, tehát megint, megint a késes vetőgépnek egy, egy plusz pozitív hozadéka ez a, ez a kicsit egyengető funkció. Például, hogyha valakit érdekel, akkor a Claydon már említett direktvetőgépre keressen rá, és vannak, vannak, videók, ahol ahol a első és a második Búzát nem ugyanabba a irányba vetik, hanem egymással szögre. Tehát nekem is volt ilyen gondolatom, hogy lehet, hogy majd csinálok olyat, hogy, hogy a, ha úgy érzem, hogy akár ott a strip mert hát nyilván az se fogja egyengetni a talajt túlságosan, és hogyha olyan lesz a felszín, hogy azt mondom, hogy ilyen strippti terület után ősszel vetnék, és, és, és mondjuk kicsit simogatni kellene, akkor simán leszek olyan elvetemült, hogy elvet, elvetem szögbe, mintha mondjuk meg rövid tárcsáznám. Aztán majd permetezni meg a, ugye, jó, nyilván ez nem árt, hogyha kormányrendszer van, mert azért ott az ember szeme szerintem mindenfele állna három kerülő után, ha kellene járni, de, de igazából utána aratni is, meg, meg, permetezni is lehet rendes művelési irányba, de akkor lehetne rajta egy kicsit simogatni. Ugye nyilván vannak, amik nem merülnek fel hagyományos műveléshez képest, van, ami meg új problémaként jelentkezhet. Ugye ezzel a keréknyommal kapcsolatban a Hektár Nagy Ágyúk legutóbbi adásában volt egy blokk, ahol ugye Feri arról beszélt, hogy gyakorlatilag a több éves nótil tábláin nem látszanak keréknyomok, de azért írtam fel ugye ezt a témavázlatba, mert hogy hallottam már több felől, hogy azért a gyomakörnyéki kötött talajokon, éppen ugye a kombájn esetében, hogyha nem ideális időben lehet rámenni a talajra, de már pedig nyilván beszeretnénk takarítani a terményt, akkor, akkor ott azért nagyon-nagyon-nagyon meglátszik nálatok a, a keréknyom. Tehát, hogy itt a ti, ti talajaitoknál ez, ez kifejezetten Fontos kérdés. Szerintem először Zolit kérdezzük meg, mert azt hiszik, hogy nincs itt. É, igen, pont most akartam átvezetni, át hogy hogy homokon ez hogy van. Keréknyomatok? Hát attól függ, hányszor járunk rajta. Tehát van azért, a homok is tud tömörödni, meg ugye a, a mélyebb részeken, ami régen vízállás volt, most már vizet se lát. Azok, amikor ilyen tavaszi időszakok vannak, és mondjuk nem párolog úgy, ott azért ki tudnak alakulni, olyan nyomvájuk, amikor mondjuk rámegyünk egy permetezésre. mert nálam ugye a tápanyag kiutatás is akkor már volt, egy, ez egy kérdés, hogy az is permetezővel történik, most már csak folyékony megy ki, évek óta, és én direkt ugye a vetőgép azt tudja a művelőnyomokat, azokat én megcsinálom előre, ezzel tudok könnyen utána mozogni a permetezővel ezeken, és ezek azért, amikor az ember mondjuk Elmegy a herbiciddel, elmegy akár, hogyha szükség van insekticiddel, elmegy ugye tápanyagkiutatás több soron, akkor ezek meg tudnak látszódni. Viszont ahogy a Feri is mondta, ez bennem is mindig nagy kérdés volt, hogy félve ugyan, de mindig megszoktam nézni a gazdabottal, hogy mennyire tudnak letömörödni és meglepő módon, hogyha nincs útnak használva, csak ezek a, a, a művelésből kötelezően eredő eljárások, azok nem tömörítik úgy vissza a talajt, hogy az ne tudjon regenerálódni. Pedig egyébként ugyanazokat az utakat használom következő évben is, nekem nincs ilyen eltolás, vagy valami, nincsen GPS-em de ez sikerül egyébként, hogyha most nem magam a dicsérve, de ha precízen vet az ember, akkor ugyanoda jön neki, kb. ilyen 10-20 cm-es eltérésekkel a Tehát ez egy fapados CTF. Igen. <laughs> Igen, lényegében. Hát a kombány az nem ott jár, meg, meg ilyenek, de, de, maga traktor az ugye azon jár. Itt a kapástárcsás vetőgép esetében még akkor szeretném megköszönni Horváth Jánosnak a kérdést, mert hogy a Facebook oldalon ő tette fel, ugye ő vetette fel ezt a, ezt a témát, és akkor, hogyha már itt a tápanyagutánpótlást felvetettétek, akkor, akkor nézzük meg, hogy ez hogyan zajlik nálatok. Ugye notilben ez ez különösen érdekes, bár gondolom, hogy ezért van az, amit az előbb említettél, hogy permetezőgéppen folyékony műtrágyát juttattok ki, Zoli. Igen, hát a műtrágya az már részemről egyrészt kerülendő, de ez most csak az idei vonzata, a tavalyi évben még ment ki. Én átmentem már ebben az elveteműt kategóriába, és elmegyek az extenzív irányba ö, teljesen. Akkor már lehet, hogy ezt is egy kicsit így jobban kifejtve nálunk azért a szélsőségek uralkodnak, tehát hogy nálunk nem lehet akkor a termés eredményeket elérni, mint mondjuk egy jó talajon. Tehát a potenciál az nálunk alapból csökkent, tehát mi soha nem fogunk tudni 12 tonnás búzát csinálni, de se tizet, se kilenced, még hogyha nagyon akarjuk, akkor se természetes körülmények között. Tehát ha folyamatosan esik az eső, akkor se fog ennyi búzánk teremni. De ha mi belövünk mondjuk egy 5 tonnás célt, akkor is nekünk oda azért elég sok mindent oda kell pakolni, hogy az tudjon működni, és az időjárásnak is, illetve öntözéssel pótolva tudjuk ezt, ezt kivitelezni. Ez már részemről nem fenntartható kategória is, illetve bejön az, hogy mi éri meg, és mi nem. A homoki gazda az mindig óvatos, mert sose tudja, hogy mennyire lesz kiszolgáltatva az időjárásnak. Tehát mi mindig inkább próbálunk a biztos felé menni, és soha nem kockáztatunk olyan nagyot, hogy akkor kitesszük a rengeteg cuccot, és akkor majd jön is rá az időjárás, de ha nem jön, akkor kibírja a talai, és akkor is lesz annyi termésünk, hogy abból legalább nullára, de inkább pozitívan kijöjjünk. Nálunk mindig azért erősen végig kell gondolni, hogy mi lesz a, a befektetett költség. Ugye abból adódóan, hogy azért én ezt csináltam is egy pár éven keresztül, mentek ki kezdetben műtrágyák, és így kezdtem jól megtervezve beállítani a tápanyag folyékonyan, makro mikroelemeket beállítva. Csináltam rá kísérletet saját táblán, hogy mindent odapakolva, teljesen kiszolgálva a, a növény igényeit, precízen elvégezve, szaktanácsadóval, többel együttműködve, mit tudunk elérni. Ez pont a 21-22-es év volt. Gyönyörű szép volt, ez egy árpában volt. Gyönyörű szép volt, tehát ha ránézett valaki, akkor azt mondta, hogy ez a ez, ez, ez rogyásik. Tehát, hogy itt ez 9 tonnás alsó hangon. És amikor aratás, ra került a sor, akkor meg úgy vártuk a szemedbe a kommányba, de nem jött, nem jött. Néztük a kalászokat is, hogy hát oké, ott van, de mégse fejlődött ki rendesen benne a szem. Tehát le harmadolódott, és lett egy hat termés. Akkor kezdtem el gondolkodni, hogy akarhatom én ezt nagyon jól csinálni, és akarhatom én azt, hogy ez, ez sokat teremjen, ha egyszer az adottságaim nincsenek meg hozzá. Megerőszakolhatom én, de azt nem fogja élvezni. Hogyha átszámoljuk az egész matekot, és mondjuk teszem azt csak négy tonnát akarunk csinálni, a termelési költség az majdnem ugyanannyi, kivéve a bekerülési költség. Én nálam most csak a gépészet az, ami, ami számít, nagyon minimális tápanyag megy ki, és ebből próbálok minél több hasznot lehozni. Itt, ami már sokszor erő kerül, a haszonnak a kérdése, hogy mi marad a zsebben. De ha tápanyagról beszélünk, nálam szerves megy ki. Most már eddig a vinasz volt kiegészítve nitroszolla, most már a nitroszolt elhagyom, mert csak a vinasz marad, és maradnak még mellé a huminsavak, illetve különböző szerves lomtrágyák, amikkel ugye mikroelemek vannak még pótolva, illetve a talajbiológiának az építése, már Ö, nem tudom, hogy ez kérdése, vagy bárkiben fölmerül, hogy néz, nézegette el a, a talajban, mi található meg nálunk homokon. Mikor talajvizsgálatot csináltam, akkor tökre meglepődtem, hogy elméletileg nekem panaszra se lehetne okom, azon kívül, hogy a kötöttségem kicsi, mert minden megtalálható a talajban. Jó, akkor igazából csak termelni kéne. De akkor miért nem sikerül? Jó, nézzük meg a növényt. Mit vesz fel a növény? Akkor levén analízis. Jó, abban meg már kiütközik, hogy egy csomó minden hiányzik a növényből. Miért hiányzik a növénybe? Miért nem tudja fölvenni, Akkor jönnek a, az ilyen kérdések. És akkor most jelenleg ugye arra jutottunk, vagy itt tartunk, aztán, hogyha valakinek erre van más ötlete, akkor nyugodtan majd írja meg, vagy, vagy válaszolja meg, hogy a talajbiológia nincs rendben. Ez az egyik és nem tudnak kioldódni azok a, az elemek, amiket utána a növény föl tudna venni. Ugye nincs meg a, a, transpiráció ezen az oldalról, mert nincs benne a vízben a kioldott ásványanyag, a másik pedig szintén ugye a transpirációnak a kérdés, hogy nincs meg a kellő mennyiségű víz. Sokat akarunk termelni, mert erre kényszerít rá minket a rendszer, beállítjuk a tőszámot, és beállítjuk azt, hogy szeretnénk az adott tábláról lehozni minél nagyobb termést, ehhez mi kell, minél nagyobb csíraszám, de hát, hogyha nincs meg hozzá a környezeti adottságunk vagy feltételeink, nem esik a kellő mennyiségű csapadék, ez nálunk létjogosultság, mert a talajnak nincs víz megtartó képessége. Ha nem esik két hétig eső, nálunk a növény az nem csúnya szóval, de hogy összeesik. És akkor onnantól már csak ugye fokozódik a termés depresszió. Ezért nálam most már csak biztonsági játék van, extenzíven, extenzív webfajtákkal, amik ezt, ezt bírják, és igyekszem a talajra hagyatkozva az ő erőforrásait felhasználni. De akkor konkrétan ugye permetezővel történik a kiuttatás a vinasznak egy nagyobb mennyisége, utána meg lombon keresztül a kiegészítések mennek. Illetve szerves trágya még az, ami felhasználásra kerül. Ede? Szerintem azért az erősen látszik, hogy akik ugye a, ugye a végletek felől vannak így a talaj szempontjából, ami amúgy elképzelhető, hogy Magyarország területének a, mondjuk akár egy harmada is lehet mondjuk, mert homok is van elég sok, meg különféle erodált területek, vagy csapadék eloszlás szempontjából rosszabb helyzetben lévők. Ők azért megtanultak szerintem jobban adaptálódni a, a, a rosszabb helyzetekhez, tehát soha nem, nem voltak úgy nagyon elkényeztetve, és akkor emiatt ugye nem tudom például, hogy te mennyire gondolod így zoli, de, de én én úgy érzem, hogy a mi környékünket lehet, hogy ez a utóbbi két ö, évben történt dolgok lehet, hogy talán kevésbé viselt meg minket, vagy mi könnyebben tudunk ehhez alkalmazkodni, mint azok, akik két a map, meg 150 kilók, Show, meg nem tudom mennyi, tehát 8 más a műtrágyákat szórtak ki mert azért, mert olcsó, és amikor felment ugye, itt tudom én, háromszor, szóval, vagy négyszeresére mondjuk a, a, a mit tudom én, map, akkor kétségbe voltak esve, hogy akkor mi történik, és akkor csak szórunk valamennyit, aztán jöttek a mínuszok nálunk, ugye, vagy a, 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 a spúrság, vagy a, nem tudom, de ugye egy ideje már nem használunk komplex műtrágyákat egyáltalán, ugye nyilván emiatt, emiatt azért nem került veszélybe a, egyáltalán a termelésnek a totális jövedelmezősége, már csak abból kifolyólak, hogy brutális árakat kell kifizetni a komplex műtrágyákért. Most ez lehet, hogy sokaknak nagyon fura, de mondjuk, hogyha valaki biogazdálkodással foglalkozik, akkor meg, hát persze, hát nem szór, mert nem szórhat, és akkor semmi gond. Tehát, ugye, ahogy Zoli is mondta, ez azért nálunk is úgy van, hogy én, én mindig arra törekszek, hogy egy, egy közepes termés mellett is a lehető legnagyobb realizált haszon legyen. Tehát soha, soha nem a maximális termés a cél, túl sok a nem kiszámítható tényező, ami miatt valószínűleg nem lesz az a termés eredmény, meg úgysem emiatt inkább egy ilyen óvatos, már, már néha magam is, magam is, úgy érzem, hogy lehet, hogy egy kicsit úgy tűnhetek, mint aki nagyon-nagyon nagyon keveset költ. Tudom, én gombaölőszert tavaly nem vettem egy, egy molekulányit sem, a rovarölőszert már nem tudom hány éve nem vettem, úgyhogy például a tavaly ébe volt olyan, aki háromszor rovarölte a, a árpáját, mert mindig van rajta valami. Hát az enyém is volt biztos, de, de én nem gondoltam úgy, hogy ez most egy egy védekezési küszöbő. Tehát az én inger mert nem lépte át ennek a, ennek a mennyisége. Tehát most azt mondom, hogy olajretekbe például bolha ellen hát rákta, és akkor kimentünk a traktorosommal, mert mostanában ugye már szórakoztatni kell őket, mert nem dolgozunk annyit, és akkor gyere, menjünk ki, nézzünk szét a határba, és akkor nézzük, hogy eszi a olajretket a bolha. Tehát látom, hogy mit tudom, hogy le van rágva egy, egy levelének a fele, de úgy szépen nő. Én úgy éreztem, hogy hogy nem? És mondtam a traktorosnak, hogy hát mondom úgy tűnik gyorsabban nő, mint ahogy rágják, hát mondom majd csak kinő már foguk alól, és, 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 és nem volt semmi, és igazából majdnem egy jó nyilván évjárat hatásnak is köszönhetően, de egy, egy majdnem egyéni rekord lett a, a tavalyi év például olajretekből, tehát úgy, hogy egyszer volt rovarölve, tehát gombaölve sem volt szintén, az sem napraforgó se volt gombaölve. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez, a, ez a nagyon, nagyon rutinból, megszokásból való a, ami, ami elméletileg kötelező lenne, például AKG, vagy integrált növényvédelem, azt, azt szerintem igazából a legtöbben a jelentését se annyira nagyon, nagyon, ismerik, pedig nem egy hatalmas tudomány, ez egyszerűen meg kell nézni, és akkor, hogyha kell valami, akkor kiszórom, hogyha ha kicsit kéne, akkor már nem szórom, amúgy meg egyáltalán nem. Tehát, hogy, hogy például egy gabonánál, egy gyomírtással egybe, ha már rámegyek, akkor a gyomírtó mellé gombaölő, meg rovar csavarölő, meg lomtrágya. Annélkül, hogy kimenti, kiment, volna előtte a gazda megnézni, hogy mi a helyzet a távolában. Hát nyilván hát az <laughs> egy. Minek megyek ki, úgyis megyek Mert... ki a traktorra. Hát akkor... Na most részben azért ez is egyébként megérthető bizonyos esetekben, vagy meg, inkább mondom, mondjuk úgy, hogy megmagyarázható. Tehát egy több ezer hektáros cégnél, amikor folyamatosan megy a permetező, egyszerűen elképzelhető, hogy nem is tudnák azt megcsinálni, hogy mondjuk legyomítják a adott táblát, és két héttel később vissza kell menni gomba ölni, mert akkor már lehet, hogy lesz benne valami. De konkrétan én emlékszek rá, hogy volt egy olyan eset, volt egy nagyon sárga rozsdás, vagy vörös rozsda, nem is tudom, lehet, hogy vörös rozsda berobbanás egy néhány évvel ezelőtt, de ez körülbelül május, hát lehet, hogy tizedikén. Tehát már azért úgy erősen ott a kalászolás előtt egy, mondjuk egy héttel robban be, és, és, akik gyomírtáskor gombaöltek, azoknak már sehol nem volt a gombaölőszer, én ugye nem szórtam akkor sem, mert akkor is elspúroskodtam a dolgot, és akkor, ugye akkor egyszer legombaöltem, de aki, aki már megcsinálta korábban, az megcsinálta akkor is, meg utána a kalász, és hát csak védjük már meg a kalászt, tehát szóval háromból tudták megoldani a dolgot, és egyszerűen csak annyi, hogy, hogy, hogy nem nézik meg. És ez nagyon sokszor előfordult, akkor, amikor gyomítjuk a gabonát, akkor éppen, a, éppen ott a T2 gyomok akkor, akkor jönnek elő, hát akkor a gomba nem fog még nagyon jelentkezni, és azért, egy, azért nagyon véges a gombaülőszernek a hatása, és azért ezek azok a dolgok egyébként, hogy sok kicsi sokra megy, Konkrétan nekem a sávművelés az hektáronként nagyjából olyan 20 ezer forinttal kerül kevesebbe, mint hogyha mondjuk lazításos vagy, vagy szántásos technológia. Tehát hogy a régen, ahogy én csináltam a saját magamhoz képest, körülbelül ennyivel kerül kevesebbe. Hát ez nem egy világi szám, hogyha úgy nézzük végül is, de, de hogyha mondjuk azt mondom, hogy csak mondjuk 100 hektár területen ha nézzük, akkor 6 év alatt ingyen lesz a művelő, és akkor még tudom csinálni azt, amit én igazán akarok. Tehát Ebben a, a, a... az üzemanyag... Költség. Ezt így hosszan összeadtam, hogy a, onnantól kezdve, hogy, hogy learadtam a gabonát, akkor mondjuk egyiket megtarlóhántom, másikat nem, aztán meglazítom, vagy megszántom, itt mondjuk csak megsávművelem, vagy esetleg egy hormonos tarlókezelést, úgymond azt is, tehát mondjuk a glifozát nagyon drága volt, akkor meg lehetett csinálni mondjuk egy ilyen jó egy liter 2-4 dével, hogy a virágzás, de csak a virágzás, vagy a, a hát igen, ugye a virágzás előtt lévő kétszikű gyomok vagy hát ha szükséges egy szikű, de azok nem nagyon szoktak lenni, inkább csak árva kelés. Azokat kiütöttük, például itt, a, hogy konkrétan mondjam, a, a, 22 őszi sárművelésnél ez így zajlott le, ami árva kell kikelt, azt meghagytuk, mert igazából akkor nem vetettünk egyáltalán takaró mert hát esélyt nem láttam arra, hogy ki és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye ezt nem tudod megmondani előre, hogy akár mekkora asszályból, hát bolond lennék én vetni, úgyse lesz bele semmi, és pont úgy bejön augusztus-szeptemberbe az eső, hogy olyan jó takaró növény lett volna. De hát ezt nem tudod előre, szóval megint ez, ez már egy következő téma. Mert így is a tápanyag lesz. Na, e még az is lemaradt. Így De nem baj, majd, majd Ja, hát igen, onnan elkanyarodtam, mert ugye úgy indult az egész, de akkor nem is tudom, hogy most akkor mivel, folytassak folytassuk igazából. Ott, ugye, tehát, tehát, ugye, ugye megtörtént ez a kettő négy és gyomírtás, a sárművelés, és akkor én utána tavasszal azt hiszem, hogy, hogy nem is kellett euh, még lifozátoznom se, csak vetés, vetés után kell előtt. És ennyi volt az egész. Ilyen másfélszeres gázolajáról számoltam én az önköltséget. Tehát most ez, ez ugye attól függ ki, hogy számolja. Tehát aki bérmunkatarifával számolja. Szóval ez, ez, ez az önköltség számítás, ez, 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 mindig, egy, mindig egy, egy, egy külön művészet. Én magamnak, én, én így így ö, számoltam ki, tehát nem egy világi dolog, az tény egyébként, de hogy a talaj szerkezetemet ö, javítom, inkább, mint sem rombolom, ez nekem, nekem, nekem egy hatalmas, hatalmas erő, előrelépés, sőt, azt tegyük hozzá, hogy mennyi nedvességet meg ö, tudok ezzel őrizni, ahhoz képest, mint aki, ahogy mondtam is, hogy 22 őszén ugye eléggé jó, hatalmas nagy hantokba lazították fel a talajt, ami azért ugye ott augusztus-szeptemberben volt azért csapadék, mert akkor én meg nem bírtam volna sárművelni. Tehát nyilván ennek egy, azért ilyen, ilyen is előfordulhat, hogy hogy nehézkes a sárművelés, a nedvességi állapot, vagy erre oda kell figyelni, de, de, ugye, ugye ott van egy nedvességvesztés, a téli csapadékot nyilván a, a hantokról az úgy lefolyik, tehát nem úgy fogadja be a talaj, mint kellene, akkor még tavasszal a többenetes elmunkálása még megy el csapadék. Szóval azért most én nem akarom ezt számszerűsíteni, de nyilvánvalóan, hogy sokkal több. Tehát én szerintem több 10 mm csapadék az, ami, hogy most nagy, nagy számokat tényleg nem akarok mondani, amennyivel mondjuk kevesebb marad, ott a vetésre körülbelül egy művelt egy többszörösen művelt talajnál, mint mondjuk egy, egy, egy És addig nincs gond, ameddig van egy közepes, vagy egy attól még mondjuk több túlzott ellátottság, de mikor már, mikor kicsit kevesebb lesz a csapadék, akkor ugye lehet ennek olyan pozitív hozadék, hogy na ez a ilyen, meg olyan büdös sáv meg, meg mitől ilyen ennek a, az éjjel, mikor az enyém meg, meg, látszik, hogy szenved a vízhiánytól. Hogyha a Szécsi Tamás... Nak ugye volt a kérdése a homokos tápanyag utánpótlásról, akkor tényleg válaszoljunk annak is, aki igen. mondjuk a kötötten a, szeretné, a, hogy te vagy oldod a, meg a, ezt. Ahogy, ahogy mondtam, ugye komplex műtrágyát nem használunk, folyékony formában juttatunk ki nitrogént, ez a, igazából a alapja a tápanyagkiutatásnak, leegyszerűsítve a gabonákra, már most tanulva itt az elmúlt években, mert már volt már a ősszel is nitrogén, aztán a télvégi fagyon nitrogén, repülővel nitrogén, késő, már, 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 mindent próbáltunk, és akkor igazából az most jelen pillanatban azt mondom, hogy nekem ami legjobban bevált, hogy itt, itt nem fagyon meg akármi, hanem amikor szépen megszikad a talaj annyira, hogy rá tudunk menni, a gabonákat akkor szórjuk nitroszollal, egy-két menetbe attól függ, hogy, hogy mennyit akarunk kiutatni, és nagyjából függetlenül attól, hogy mondjuk mennyi marad a területen, ha esetleg valakit ez, ez tehát ez, ez, úgy kell venni, mintha nem is lenne. Tehát rá kell szórnia, mondjuk a nitroszolt is a, a területre is kész, én ráadásul teljes felületre, tehát amivel gyomírtást csinálok, olyan típusú fúvókával szórom ki, tehát nem folyadgatom, meg csepegtetem, meg nem tudom, én ebbe hiszek, hogy a, hogy a megfelelő időben, azt azért tegyük hozzá, hogy mindennek megvan a, a, a nitroszol kiutatásnak, ugye annak is vannak feltételei, megfelelő időben én levélre is, mert nyilván, ha mind a levélre menne, akkor ugye baj lenne, de, de nyilván nem megy minden a levélre, de a levélre is akarom szórni, mert én szerintem az, az egy olyan lökést ad a növénynek, ami, amire nagyon szüksége van kapás kultúránál meg, hogyha nyilván akkor az ember, akkor ott is lehet akár úgy, hogy egy ilyen preposz kezelésbe például meg lehet csinálni, hogyha szükséges a gyomírtás, akkor meg lehet akár nitroszollal, vagy, vagy keverve, hígítva, bármilyen arányban, nem számít a perzselés. Tehát így is lehet csinálni, vagy sziládat egyébként ahogy mondtam, hogy a sárművelésbe például MTZ-vel, meg, meg SPC-vel bele lehet vetni, tehát a, a, a ugyanúgy kiúttatom oda, vagy ki lehet juttatni a szilárd is, vagy, vagy akár folyékonyat a vetőgéppel, vagy bárhogy. Illetve még az az opció is megvan. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog. Úgy tudom, a Syngentának volt is erre vonatkozóan egy kísérlete, hogy például a starter műtrágyákat azt ők nem is kifejezetten javasolják például a napraforgóba, mert úgy modell kényelmesedik a növény, amit már te is mondtál, Zoli, még, még, egy nem tudom, másfél órával ezelőtt, ahogy az órára nézek, hogy, hogy ott, ott, ott akkor ott ő el van, mert úgy gondolja, hogy ott van, a, ott van a víz is, meg a tápanyag is, és akkor utána, amikor majd nem annyira, akkor, akkor, utána baj van, mert nem ment lefelé, de ugye a sárművelésnek van egy olyan előnye, hogy igazából precízen oda tudom pozícionálni a műtrágyát, hogyha akarok, nyilván hát ezt a sárműveléskor, ahova akarom, és olyan mélységbe, ahova, hát most nyilván azt mondhatom, hogy le lehetne szántani. Tehát ebből a szempontból szerintem, szerintem a sárművelés megint egy, megint egy elég jó, jó dolog, hogyha valaki például abba gondolkozik, hogy, hogy ő igenis komplex műtrágyát akar kiutatni, akár ha nem is annyira vízbeoldódó, vagy vízoldékonyat, hanem mondjuk úgy hagyományosat, akkor ezt meg tudja tenni a, sárművelés során. Nálunk is egyébként, bocs, még erre visszatérve, hogy a, a, a kukoricánál, amikor a rétó jött vetni, ott is folyékonyan ment ki, és ott injektálva ment a sor mellé. Ez, mikor ő megvette az injektálót, nálam történt meg a főpróba, tehát úgy, hogy ő fölvette a Noránnál, és jött hozzám, és nálam lett a beállítás, meg minden, mert pont úgy alakult. Ott követtünk el hibákat, tehát hogyha valaki így szeretne tápanyagot kiuttatni, azért sokat olvasson utána, meg, meg kérdezősködjön, mert elkövettük azt a hibát, amire utólag jöttem rá már megint, ez az utólag okos kapitány, hogy túl közel mentünk, de direkt azért távolságot tartottunk, de mégis úgy olyan közel került a kukorica gyökeréhez, az a tömény nitroszolos, vinaszos, az akkor még ugye olyan tápanyaggal ment ki, hogy amikor lefelé oldalra elindulnak a kukorica gyökerek, akkor ezek a, a főhajtásoknak a csúcsa, mivel nem volt vetés után ö, nagyobb mennyiségű csapadék, ami szétmosta volna ezt a tömény cuccot, a tömény oldatba belement a, a főgyökér, és az ott elégett az a főhajtás, és utána nagyon sokáig megrekedt egy szinten a kukorica, és kellett egy nagy mennyiségű csapadék ahhoz, hogy ő utána abból regenerálódni tudjon, és másik irányba el tudjanak indulni a gyökerek, és szétmosodjon a tápanyag, és jobban tudjon hasznosulni. Tehát ezekre oda kell figyelni. Hogyha valaki tudja, hogy mondjuk nála vagy öntözött, vagy pedig biztos, hogy lesz kelesztő csapadék, vagy akkor a mennyiségű, akkor ugye ez nem jelentkezik ez a probléma, de hogyha valakinek ez esetleg előjöhet, akkor ez csak egy példának mondtam el. És azóta mi inkább távolabb raktuk, vagy utána már távolabb raktuk, és ö, úgy pozícionálva, hogy ne is annyira mélyre, hogy a, az oldalra irányuló gyökerek ne tudjanak oda a belemenni, hanem majd az eső mossa lefelé. Mindennek van előnye, meg hátránya, ez is egy ilyen, inkább biztonságosabb játék volt. És akkor Zoli, nálatok a növényvédelem gyom, és egyéb kérdés. Ugrasztjuk a nyulat a bokorból? <laughs> ö, amióta elkezdtem áttérni a minimum illetve a direktvetéssel jelentkezik ez inkább jobban, hogy már akkor menjünk bele a talaj életépülésbe, és hogy milyen fejlődést látunk, és hogy milyennek a hozadéka. Ugye a homok az egy szerkezet nélküli talaj, hogyha már ezt nézzük, hogy hozadék, akkor most kimegyek, akkor apró rögöket látok, és minthogyha egy szerkezet lenne kialakulóban. Ez persze egy kicsi illúzió is, és csak ez a téli nedvesebb időszakban van jelen, mert utána megjönnek ezek a száraz a periódusok, akkor ugye ezek az agregálmatumok ezek szétesnek, és akkor újra homokkal találkozunk, de már megint a, akkor csak a pozitívját nézzük a, a direktvetésnek, hogyha van egy, egy múlcs rétegünk, és vannak esetleg takarónövényeink, amik egy nagylevélű, és az alatt nedvesebb, párásabb a, a talaj, ott sokkal tovább megmarad ez a, a nem stabil agregátum, és sokkal tovább megőrződik a, a nedvesség. A gyomok meg átalakulóban vannak, az egyszerű úgymond én ezeket a gyomokat is úgy szoktam tekinteni, hogy, hogy regeneráló hatásúak, hogy miért jelentkeznek ezek az invazív gyomok minden egyes táblán, ami művelve van, mert azoknak az a funkciójuk, hogy a sérült talajt azonnal, de töretlen lendülettel beborítsák, és, és takarják, és regenerálják. És miután már ugye van egy szintű regeneráció, akkor megjelennek a fejlett érettebb gyomok, úgymond. Tehát, hogy nálunk nem volt soha jellemző mondjuk egy keserű fő, vagy, vagy apró szulák. Ami probléma az acat, meg a, a fejlettebb gyomok, de mellette meg azt látom, hogy ugye ez az, annak a hozadék, hogy épül a talaj. De közben, hogyha az ember nem rontja el a, a gyomírtásokat, amire egyébként én hajlamos vagyok, nem nincs felszaporítás, nincs állandó mozgatás, a gyommagok elszóródnak, gócban kelnek, utána könnyebben írhatóak, mint hogy elszórja a magját, és bekeverjük, és össze-vissza keverjük a talajban, és sokkal könnyebb utána már ezeket a gyomokat kezelni. És itt a homoki bab kapcsán jött elő, szerintem a Bence azért is kérdezett rá majd itt, ahogy ő neki nagyon problémás a gyomírtása. Mm, érzékeny, és, és kevésszer is van rá. Viszont, hogyha előre Kiírjuk a gyomokat, mire belekerül direkt be a földbe, akkor utána a kevés gyommal már sokkal könnyebb elbánni. Nálam most ez a helyzet, hogy sokkal kevesebb gyomom van, és azokat könnyebben tudom kezelni. Hogyha még növényvédelemnél maradunk, de nem a gyomoknál, akkor van-e bármi? kihívás, van-e bármi változás, amit látsz? Ó, erre akartam az előbb az edének reflektálni a, a, rovarokkal kapcsolatban, hogy nálunk ugye főképp kalászosok vannak, és mindenki így örömmel termel árpát. Nekem az egyik kedvenc növényem az árpa, imádom termelni, de egyszerűen most már olyan szintű vörösnyakú árpabogár inváziók vannak, hogy a tankönyvi példa nem látott még szerintem ilyet, mikor az imágók tarra rágják a, a térdigérő árpát. És de tényleg, senki, senki nem látott még ilyet, és a, akárhány növényvédőssel beszélek, mindenki, aki már tudja, hogy nálam mi a helyzet, már hogyha ne, sehol sincsen, nálam van, is és, és az imágók okoznak hatalmas nagy problémákat, mert föl tudnak szaporodni, és át tudnak telelni nálunk. Ezért is került most az árpa kivezetésre, mert nem szeretnék ennyi szer védekezni. Tehát egy, az nem megengedett, kettő, nem lehet már őket kontrollálni, azt láttam megoldásnak, hogy kivezetésre kerül, és akkor így nem kell például rovarölőt használnom, mert a többi kultúrában nem jelentkezik ö, ilyen mértékű kártér. például most volt ugye borsobúza együttvetés, ott nagyon féltem a tetvektől, viszont megoldotta a természet, vagy ott, ott nem kellett védekeznem. Tehát ott voltak a kis predátorok, és levadásztak, Tehát ugye még tetvet nem is láttam, de teli volt minden katica lárvával és katicával. Tehát biztos, hogy voltak tetvek, de nem okozott problémát. Ez mondjuk lehet, hogy csak a tavalyi évnek a hozadéka, és hogyha ezt kezdem el termelni egyre többet, ugye vetésforgóba, akkor lehet, hogy előjön, de hogyha meg esetleg sikerül ezek a regeneratív szemlélettel rovaroknak is olyan életteret biztosítani, hogy tudják kontrollálni a, a tetveket, akkor hát ha összejön, hogy nem kell rovarölőt se használni. Gomba ez megint egy másik kérdés, én nagyon gombaölő ellenes vagyok, és, és okozott már az is, tehát hogy árpában is azért tudott problémát okozni, és már kellett védekeznem. Homokon is a sárga rosda, meg a vörös vörösrosda is előjött. Pont az intenzív termelés miatt, hogy besűrítettük az állományt, betoltuk tápanyaggal, gyönyörű szép, hogyha jól csinálja az ember, és ugyanúgy föl tud benne szaporodni. És ott is muszáj védekezni. Most búza az, ami tavaly évben ugye, volt, és, és rosda, és vörös rosda is volt mindenhol az országban. Nálam is jelen volt, viszont mivel extenzív fajtát választottam, ezért nem volt olyan jelentős a károm, vagy, vagy később jelentkezett, és még tudott valamennyi termést hozni. Termés depresszió biztos, hogy volt, de lehet, hogy nem olyan mértékű, mint hogyha egy fogékony fajtát választottam volna. Igazából az utolsó témakörünk az a takaró növények témaköre, amiben már sokszor bele, de utolsó előtti témafelvetés, te már válaszoltál ilyen kérdésemre, Zoli. A videóban benne is van, ami néhány napja kikerült, pocok. E de mi a helyzet pocok téren, mert hogy ugye ez most egy kardinális és hát érzelmekkel túlfűtött téma, főleg, hogyha ugye nótil, no sávművelést és hasonlókat összerakunk. Nálatok jelentkezett a pocok probléma? Igen, én megmondom őszintén, hogy amennyire mondta Berend Feri, hogy náluk érdekes, hogy mindenkinek pocok problémája van, csak ott ő, őnál a direktvetésnél nincsen. Én azért nem tudom ezt megerősíteni, hogy ez nálam is így lenne, és ez már rögtön az elején leszögezném, hogy nem jelenti azt, hogy nálam több van, mint máshol, hanem én egyszerűen azt látom, hogy bizonyos táblákon, bizonyos növénykultúrákban, tehát például a gabonában évközben felszaporodnak, teljesen mindegy, hogy most az direktbe lett vetve, vagy, vagy hogy lett vetve. Nem lehet elvitatni az olyan dolgokat, hogy akár egy, ahogy Csepregi Attila is mondta legutóbb, hogy nyilván egy, egy bármilyen talajmunkával egy kicsit kiforgatja, és akkor én is emlékszek rá, hát a gyerekkoromnak, ha, ha, ha tényleg vissza visszaemlékszek, gyerekkoromban, mikor még a TSZ időben kikijártam, és akkor beültem gépekbe, akkor egyfolytában ugye azt néztem, hogy a, ment a rába a, a nehéz tárcsával, és a utána meg a sirályok azok, azok százassával szedegették össze a pockokat, tehát talajművelés az nyilvánvalóan több szempontból tudja gyéríteni a pocokállományt, kiforgatja, meg hát amikor a hát most 18 plus, de hogy amikor a kormány lemezen szétkenődik a pocok, akkor valószínű, hogy az már nem, nem mászkál messzire. Tehát nyilvánvalóan vannak ilyenek, akár olyan is lehet, hogy bizonyos talajféleségen, amit mondjuk egy lazító annyira össze tud omlasztani, hogy a, a, járatok tehát teljes egyszerűen nem tud kijönni a föld alól, lehet, hogy akkor így is lehet gyéríteni. Tehát azért vannak ilyen összetevői a dolognak. Én nekem konkrétan én úgy tudnám mondani, hogy például a Napra forgó tábláimon, ami ugye mind, mind az összes sáművelt volt, ott az őszi vetésekbe ugyanúgy teljesen viselhető, vagy majdnem azt mondom, hogy hogy, 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 én nem is foglalkozok vele a pocok témával, mint ahogy a szomszédaim, akik, akik bármilyen egyéb művelést alkalmaznak. Tehát én, én úgy látom, hogy például abba a kultúrában nem annyira, viszont van olyan is egy ismerősöm, akik, akik ő, ők szántással művelik a talajt, és, és gabona után vetettek gabonát, nem tudom pontosan, hogy mi után mit, hogy árpa, búza, vagy búza-búza, és az a lényeg, hogy beszélgettem vele a közelmúltban, és mondja, hogy mennek és szántják meg a területet, mert egyszerűen teljesen nullára kirágták a vetést. Szerintem nem, egy, nem egyértelműen függ össze a, a, azzal, hogy hogyha, ha a nótil, mert most, mert most nyilván, ha a gabona, 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 akkor ott egyértelmű, hogy föl fog szaporodni de azért nyilván vannak más, tehát mondjuk egy kukoricában például nem tudom, hogy mennyire, mennyire szaporodik fel, és még egyébként az, még csak azt akartam, hogy azért hoztam bele a sávművelt napraforgót, hogy ott se vettem olyat észre, hogy a sor közben, ami bolygatatlan volt, ott mondjuk valahogy meg takarás is volt, hogy ott jobban felszaporodott volna mondjuk az én napraforgó forgó területemen a pocok, mint a szomszédén, akinek mondjuk kopasz volt teljesen. Tehát, hogy én, én ilyet nem vettem észre. Tény, hogy nekem a gabona, utáni takaró növényeimet, illetve árvakeléseimet is gyakorlatilag terminálta a pocok. Tehát az ö, volt olyan, hogy már meg is vettem rá a növényvédőszert, hogy majd, majd megy bele nótilbe a árpa utána például szöszös bükköny, és akkor kimentem megnézni, hát jó, van zöld, zöld, de mondom, majd most már úgy szeptember, valahogy tizedike körül, mondom, napra forgóratás előtt már lehet, hogy deszikálni kéne ezeket, és akkor ne az legyen, hogy kiszárítja nagyon vetésre. Jó, mondom, hát van benne jó sok árva és nem baj, van egy kis gyökérfolytonosság. Kimentem egy hét múlva, nézem, hogy olyan tíz méteres foltok vannak benne. Hát mondom, mi az Úristen van, itt ennyire eszi a pocok. Na mindegy, jó van, hát most ez van. És akkor rá, rá megint egy, szerintem nem volt egy hét, kimegyek, és 99 ban már, már, már oda volt. Tehát, mint amikor learadtam az árpát, úgy nézett ki a terület. Tehát brutálisan. És nem eszi meg, úgy nézett ki a terület, mint a deszikálta volna. Úgy, úgy is szoktam emlegetni, hogy deszikálták a táblákat, a pockok. Tehát ott volt az árpa, a kis tő, ami kikelt, ott elbokrosodva, és egyszerűen én arra gondolok, hogy ott nem volt egy-másfél hónapig eső, ugye azért ott augusztus-szeptember, és szerintem nem volt mit inni. És elrágták a tövét, és szerintem a nedveit szívogathatták a mindenféle növénynek. Jellemzően azért a árpát ették meg először, tehát a két szikűeket kicsit olyan fásabb, szárú, vagy az nem volt olyan finom, vagy nem tudom az később ették meg, de nem, tehát nem ették meg fizikálisan a növényt, biztos ettek belőle, de, de, de nem az összeset, tehát amit kirágott, aznak java része, csak látom ott van a földön, tényleg mintha lepermeteztem volna, és megfogtam, tényleg így, hogyha ráfújtam, akkor el, elvitte a szél, tehát hogy mindenféle erőhatás nélkül föl tudtam venni, és látszódott, hogy el van rágva a töve. Akkor neked barátaid? Hát, <tos> 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 ne, azt azért így nem mondom, de azért, ahogy Dani mondta is, hogy, hogy ugye ez egy gradáció. Tehát ezt ez, ez, tudomásul kell venni. Én emlékszek rá, mindig ezt mondom, hogy emlékszek rá, de fogalmam nincs, melyik évben volt. Egy, egy öt évvel ezelőtt, vagy valamikor volt egy nagyon durva, ettől sokkal durva, tehát olyan, hogy száz hektáros őszi árpa tábláját nem kellett learatni, de konkrétan nem kellett learatni cégnek itt nálunk, mert learatták a pockok. Tehát egy az egybe tarlóvá elrágta egy, mit tudom én, 6-8 centi magasan, puty eldőlt, és akkor elhorták a magot, vagy nem tudom. Akkor tudom, hogy a konkrétan emlékszek, hogy a csádaszállási területen a öntöző csatornából a tiltónál ilyen, amivel a cukorrépát szedik, vagy ahhoz hasonló ilyen kanállal, amiből kibújt a foly, víz folyni, a döglött pockokat kotrógép szedte ki, mert feltorlódott a csatol. Tehát az, 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 egy olyan év volt, de biztos sokan emlékeznek majd rá a hallgató közül, hogy, hogy ott a DBK is iszonyat, tehát ment az ember az autóval, és nem eltűntek a gabonák aratás előtt. Tehát az, az, egy olyan korai gradáció volt, és, és, és akkor ez meg egy ké, szerintem aratás után szaporodtak el. Tehát most egy ilyen szerencsés helyzet, de annyi, annyit azért még hozzá akarok tenni, hogy mi, milyen negatívum ért, mert eddig még ez csak pozitívum, ha így nézzük, de ugye én azért tudtam, hogy itt azért probléma lesz, és mivel hogy az előző évi szöszös bükkönynek az árva elését is megették, nem csak a takarónövényt, nem akartam elvetni korán se a bükkönyt, se a borsót ezekbe a területekbe, hát ha már kicsit lecsitulnak, vagy, vagy, vagy október végén jön eső, és akkor vagy akár idő lecsapódik, valahova tudnak inni, és akkor nem eszik meg a én kis veteményemet. Ez volt az én kis logikám és a bükkönyt is már, meg a, a borsót, meg főleg úgy, 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 november elején akartam elkezdeni vetni, csak hát akkor megbejött az eső, és akkor alig-alig nyögvenyelve tudtam elvetni a, 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 majdnem lopva, meg már esti ilyen fagyon a bükkönyt, a borsót, az pedig egészen majd decemberbe kezdtem el, mert egyszerűen nem bírtam rámenni a területre. Tehát most, hogy ezzel jó jártam, vagy nem, mert ha meg elvetem októberbe, akkor valószínű kieszi, de hogyha én ezt a területet most nem nótélbe no hasznosítom, hanem mondjuk tarlóhántom, ápolom, mit tudom, én milyen nem műveltem volna meg. Tehát azért azt, azt tudni kell, hogy nálunk nem divat a őszi, hát mondjuk egy gabona után van, akik azért meggrúberezik ott valamikor, még ha ősszel vetni akarnak, vagy meglazítják, de, de de ha ősszel vetni akar valaki, akkor általában se ilyen szokták művelni. Tehát az a pocok ellen szerintem nem túl sokat ért volna. De ha én elvetem ezeket októberbe, akkor lehet, hogy a kis haszon növényeimet eszi meg a pocok. Most igaz, hogy le lesz maradva, de legalább meg lesz. De most kikelt már egyébként? Vagy ki Hát a borsó már? nem, a bükköny az már úgy keleget, ok okkal, móddal már ki van. És van pocok a területen attól függetlenül? Nincs. nincs. Nálunk úgy eltűntek ezzel a sok esővel, hogy az összes, összes lyuk gyakorlatilag össze van omolva. Az udvaron, a fűbe, kint a földeken én alig-alig látok. Tehát szinte majdnem azt mondom, hogy nincs biztos van, de... Szoktak lenni rádió műsorban ilyen hangefektek, ilyen hú, hú. hú, most, most le lehetett volna játszani. Zoli, nálad csak gyorsan ez a pocok kérdés, bár ugye mondtam, hogy volt egy videó, amiben te szerepeltél, ott elmondtad, hogy gazdasági kárt nem szoktak neked okozni a pockok. Ugye nálunk megint csak a környezetből adódóan, hogy nálunk azért vannak még legelők, vannak fás részek, meg kisebb tábla méretek vannak. Hogyha nálunk már valakinek 10 hektár van egybe, az nagynak számít itt nem tudnak olyan szinten felszaporodni, illetve azért nem tudnak felszaporodni, mert sok a ragadozó melléjük, mondjuk a madarak. Én például találkoztam napra forgóban, nappal bagolyjal, ami egy szerintem tök érdekes dolog, és azok járnak ki, és ezeket szépen gyérítik. És hogyha föl is szaporodnak, mert föl tudnak szaporodni, teszem azt a babban is most azért előjöttek, meg a, a füves részekről jönnek ilyenkor össze-befelé a takarónövényes táblákra, vagy akár a, a, a vetett kalászosokba. De ez nem csak nálam, tehát hogy a, a műveletbe is betelepülnek, de utána ezekben gazdasági kárt nem okoznak mivel mindenhol ül vagy egy valamilyen ragadozó madár, ami levadászza őket, tehát ezzel nekünk nincs gondunk. Róka az már nagyon nincs, mert hogyha meglátnak egyet, egyből kilövik, de ők is tudnák uh, gyéríteni. És akkor ugye itt is említetted a takaró növényt, Ö, ezt korábban mondtad, hogy saját keveréket használtok, és volt is kérdés Tóth Istvántól, Ja, ő a fekete földön való takarónövényt kérdezi Edétől, úgyhogy akkor most még nem ő kap választ. Zoli, nálad maradunk homokon. Homokon milyen takarónövények jöttek be, és csak néhány szóban a terminálást is kérlek, mutasd be nekünk. Hú, hát nekem megint csak az olcsóság volt a, a szempont, mert úgy voltam, kipróbáltam én ilyen hiper-szuper keverékeket is, csak hogyha hiába teszek bele egy kezdő átálló táblába tapasztalatlanul, legalábbis az még akkor volt, egy ilyen 7-8-as, 10-es keveréket, hogyha abból nem lesz olyan állomány, ami megérni, és ezért inkább ilyen biztosra mentem, ami biztos, hogy ki kell és jó takarást fog biztosítani. Ez, most fajokat is mondjak? Mondhatsz, igen, hogy tényleg aki hallgatja homokon, mivel érdemes kezdeni. Ha valaki nagyon sívó homokon, Próbálkozik takarónövénye, akkor az csak a, a rózs szerintem, ami tud működni gazdaságosan, mert azt tud akkor a tömeget, mint gyökér tömeget, meg mint takarás biztosítani, ami elfogadható. A többi az lehet, hogy csak veszett fejszennyele. De ha már egy kicsit jobb adottság volt, már sokféle növény növényelője. Fontos a diverzitás, az, hogy legyen benne pillangós, legyen benne egy szikű, két szikű azon belül is, hogy mm, legyen benne, mondjuk karosgyikerű legyen benne, amint kicsit tehát, hogy a diverzitás legyen meg, hogy minél jobban próbáljuk meg a, a mikrobiológiát értetni, a talajban a, a lazítást előhozni, illetve a gyökért csatornákban az, hogy nálunk nagy probléma, arról nem is tértünk ki a pH-érték, tehát, hogy nálam 8,2-es a pH. És a gyökért csatornákban tud Jobban lemenni a pH-re. Volt már egy csomó tanulmány előadás, hogy ott ugye az optimális felé közelít a növény, és próbálja a saját arra felé tolni a, a pH-t. Tehát ezeket is figyelembe lehet venni. És akkor terminálás? Terminálás. Vegyszeres. Én, én ennek a pártja vagyok, mert hogy a homokon a legnagyobb probléma, hogyha felül elmozgatjuk a, a, növény szármaradványokat, akkor ugye a besugárzással fölhevül a talaj. Ez nekem nagy hibám volt az elején, hogy ö, próbálkoztam én mindenféle biológiai készítménnyel talajtépíteni, építeni, gyak, növény, de utána rájöttem, hogy mindent elrontottam, mikor bármiféle talajmunkát is csináltam, ami elvitte a felülről a takarást. És Nyáron felhevül 70 fokra, akkor tök jó, hogy építettem mondjuk ősztől tavaszig egy valamelyest, egy, egy biológiát, azt utána ki szinte egy az egybe. Úgyhogy én inkább a vegyszeresnek vagyok a híve, és ezért a nótil, de a minimum, hogy akkor, akkor, ha már mondjuk mechanikusan terminálunk, akkor minél több múlcs maradjon fönt. Ez legalább 50%-os borítottság. Egyébként taktársatoknak, pierre -nek is ez volt az egyik kérdése, hogy ki milyen takaró növényt javasol, és hogy mikor érdemes őket használni, és akkor Tóth István kérdése, a fekete földön történő takaró növényezés. Hát én is a takaró növény az, az, nem, egy, nem siker történet, azt meg kell, hogy mondjam. Én szétválasztanám először is a takaró növényezést arra, hogy nem is, nem is talajtípusra, hanem inkább mikroklímára tehát gondolok itt arra, hogy ha már az lesz a kérdés, hogy mit vessek, hogy minél jobb legyen, akkor az azt jelenti, hogy sikerül azon a kérdésen túl lépni, hogy mikor vessem, és hogy, hogy biztonsággal kibírjam keleszteni. Tehát nálam, nálam a biztonsággal kikelesztése vannak a problémák, azért ugye délkelet Magyarország azért nem a egyenletes csapadék eloszlásáról híres, tehát minél inkább, nagyobb esély van arra, hogy akár egy ilyen dél túli részre mennénk, ahol azért alapból párásabb az idő, több csapadék hullik, mert már még Észak-Magyarországot sem mondom annyira, még Észak-Nyugatot, mert ott is úgy, úgy, látom, hogy inkább kevesebb a csapadék, de szóval itt, itt inkább ez a, ez, a, ez a, fő probléma az, hogy, hogy egyáltalán ki kell -e a takarónövény, Ugye ezért is kell nekem a, a striptil, tehát hogyha én elvetem a takarónövényt, és az mindig ki kell, akkor valószínűleg nem is kéne az egész strip lel foglalkozni, mert akkor bizonyos növénytársulással el tudnám érni azt, amit sajnos nem. Úgyhogy itt, itt ez, a, ez az elsődleges dolog, hogy kibírjam keleszteni. Na most erre viszont azt tudom mondani, hogy a optimális vetésidő szerintem az úgy mondanám, hogy korábban mindegy, mit mondunk, a két évvel ezelőtt lenne az optimális körülbelül, mert tehát az lenne a jó, hogyha a, a kombájn arat, és akkor mellette ott megy valaki a takaró növényt vetve, mert még hogyha nem is esik sose, mikor aratunk, akkor azért szokott, és akkor már ott legyen az a, az a, növény. Ugye a szélsőségek vagyunk, mint ahogy az asztal két végén is ülünk, de abból a szempontból is teljesen más viszonyok vannak mondjuk Zolinál meg nálam, hogy az ő talaja, ugye mondhatjuk, hogy melegebb talaj, az enyém egy hidegebb talaj. És a, ez, ez abban nyilvánul meg, hogy ő nálam mondjuk sokkal hamarabb elkezd melegedni a talaj, sokkal hamarabb beindul a vegetáció, akár egy, mit tudom én, kalászos gabonánál, ősszel sokkal hamarabb leáll nálam tehát amikor már csak olyan minimálisan, ezért például a bükkönyöm ezért van olyan, hogy az éppen ki van a borsó, meg még magához se tért, kisebb bújt. Nyilván azért nem extrém dolgokról beszéltem, most lehet, hogy nálad se lenne egy december közepén vetett borsó, de az a lényeg, hogy a takaró növény is például sok helyen látom, és, és tiszta szívből irigylem, egy semmi negatív érzés nélkül, amikor olyat látok, hogy hogy valaki szeptember elején elvetette a takarónövényt bármilyen vetőgéppel, mindegy, és akkor gyönyörűen kikelt, meg megnőtt neki télt fölött, comb középig érőre, mert nálunk egyszerűen a hideg talaj miatt már ott bármilyen késői vetés, az olyan október, nyilván ezek az év valamilyen szinte melekedvelő növények java részt, ezeknek a vegetációja annyira lelassul már októberbe, hogy valójában szinte semmi, tehát majdnem áll. Ja, még És nálam ugye... decemberben virágzik a na, retek. Na, tehát itt, itt, itt nekem volt olyan, hogy ilyen 10-15 centisre nőtt meg, amikor egy szeptemberi esővel kelt ki. Tehát, tehát nem, 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 nem lehet nagy vegetatív tömeget elérni, csak akkor, hogyha nagyon korán van vetve. Ugye nyilván nagyon, nagyon agresszív növényt szélszerű vetni. Tehát például, amit most vettem. Tettem, ilyen szudáni fű, silócirok, nem is tudom, mi volt benne, tilidzsred is, megmondom őszintén, ilyen keverék volt ez a, ez a cucc, ugye, ahogy mondtam is, hogy mindent kiettek a pockok, tehát például egyetlen egy szem is nem láttam, volt még valamennyi facéliánk is talán, bár abban már nem vagyok biztos, azt se láttam semmit. A silócirok, még szudáni füvet se láttam. Silócirok az olyan foltszerűen, de az, gyöny az, 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 azt mondom, hogy azért ilyen, ilyen válig érőre majdhogy nem meg tudott nőni, de az is olyan volt, hogy ilyen heterogén, tehát valamennyire azt is megehették még kiskorába. Szóval az, az úgy tűnik, hogy jó. Na most nyilván mi a cél? Tehát a következő ugye az, hogy most akkor, most akkor mi elé, mit vessek vethetek én bármit, ami nem igazán érzi magát jól azon a talajon, akkor, akkor mondhatom én, hogy me annak ilyen a munkája, vagy olyan, vagy ennyi a nitrogént köt, de hogyha ilyen kis, bocsánat, ilyen piszlicsári valamik lesznek, attól sok jót nem lehet várni. Tehát Viszont ha már takaró növény, akkor én úgy érzem, főleg például az idei év, az, az megint megmutatta, mert a nagyon-nagyon extrém mondjuk vizes évbe, lehet, hogy majdnem mindegy, hogy mit csinál az ember, akár a talajművelés, akár a takaró növény, vagy elő nem annyira jön ki a szerepe, de ugye nálunk már azért olyan közepesen belvízes, vagy, vagy hát a közepestő már lehet, hogy erősebben is belvízes a helyzet, és viszont nagyon-nagyon-nagyon kijön az, hogy például egy napraforgó elővetemény után nulla belvíz van szinte elhanyagolható, de például egy olajretek után is nekem szinte semmi belvizem nincs, de viszont a mellette lévő ilyen rozsos bükköny táblán meg olyan szinten megállt a víz, hogy borzasztó. Én a kötött talajon úgy érzem, hogy olyan növényt célszerű vetni, ami erőteljes, mélyre hatoló gyökérzettel rendelkezik. Mert ugye ezt még nem is annyira beszéltük, hogy, hogy ugye Nótil, no meg regeneratív dolog, meg minden, de hogy, hogy valójában nekünk azt a mechanikailag elvégezhető talajmunkától is igazából komolyabb munkára lenne szükség, mert az, hogy akár a saját táblámat is mondhatnám, hogy ahova olajretket terveztem volna vetni az egyiket, ahova most majd nem is tudok, azon is megállt a víz. Vagy, 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 másoknak, akiknek grúberezett talaja van, és hogyha az a talaj olyan, hiába van 20 centi, 30 centi mélységig, jó, hát a te teljesen sík, akkor kicsit lehet másabb a helyzet, de hiába van fellazítva, ha alatta meg nincs semmi, vagy az a elporosított, eliszapolódott szerkezetű talaj, ami nem tudja átengedni a csapadékot, mert ugye azt most, most konkrétan én is megfigyeltem az egyik táblámon, ami nem, nem annyira sík, hanem kicsit olyan hullámzó, hogy jött az eső, Elállt, kimentem, mert út mellett van, és akkor ott szoktam nézni. És ugye volt valamekkora vízfolt. Hát jó, van, van. És akkor kimentem két nap múlva, és háromszor akkora lett a vízfolt, de úgy, hogy nem is esett az eső. Hát hogy? Hát nyilván úgy, hogy jön a csapadék, és az, annak van egy függőleges iránya, hogy megy lefelé, meg, meg nyilván oldalra is tud menni. És hogyha ha lefelé nem tud elég intenzíven, vagy egy ideig tud, de aztán megakad valamibe, hát akkor elindul oldalra. Tehát én ennek az egész takaró növényesdinek a leginkább azt a részét emelném ki, hogy a én szempontomból talajnak a, hogy is mondjam, kicsit úgy úgy, 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 a feltárása, vagy, az átszövése erőteljesen agresszív gyökerekkel. Tehát ennek sokkal nagyobb jelentősége van szerintem, mint annak, hogy most valamennyi nitrogént kötök, meg ott el, át, mondjuk egy facélia, hogy milyen gyönyörűen behálózza a talajnak a felső 10 centiét, lehet, hogy a mikrobiológiának jót tesz, de hogyha aztán megáll rajta a vízbe, nem tudja elinni, akkor már baj van, és ugye még annyit tennék ehhez hozzá, hogy igen, hát ugye keveréket kell vetni. Az addig rendben van, hogy keveréket kell vetni, de én szerintem egy olyan három, négy összetevőnél több bet de még ez se biztos, hogy lehet kontrollálni teljesen. Ezt még egyszer nagyon régen Kökény Attila mondta, és úgy megragadta a fejembe, hogy ugyanazt a keveréket elvetik egyik évbe, akkor az egyik, mondjuk a ötös keverékből lesz kettő, ami brutális hangsúlyos. Ugyanazt a keveréket elvetik egy évvel később, és akkor meg másik kettő. Tehát, hogy vele egy olyan tényező, amit nem tudunk. Tehát teszünk bele egy kis pillangósat, mondjuk lehet, hogy az elnyom mindent, de aztán a hatása nem úgy érvényesül, mert egy másik kellett volna jobban a hatását erősíteni. Tehát nem olyan egyszerű. Nem tudok egy az egybe jó választ adni. Én, én mindenféleképpen azt mondom, hogy számomra az lenne a jó, ha mindig gyönyörűen kikelne egyrészt. Tehát ez az alfa és az omega. Erre kell egy nagyon jó módszert kitalálni. Tényleg nagyon amilyen korán lehet, én szerintem el kell vetni. És aztán utána az időjárásom múlik igazából, hogy mennyire, illetve tényleg erős gyökérzet legyen. És akkor, a, ha nem a pocok, akkor te mivel terminálsz, hogyha kikelt? Én ugye mindenféleképpen fönn akarom tartani a számmaradványt a felszínen, ezért én is csak a vegyszeres. Tehát eleve tavasszal, főleg egy ilyen ülepedett talajon, egy rövid tárcsa, hát én azt, azt, azt nem engedném rá. Záró kérdés következik, de Zoli nálad kihagytuk a takarónövénynél az ideális vetési időt. Homokon van ilyen? Mikor esik az eső? Igazából ez az ideális. Öm... Ez bölcs volt. Igen, köszönöm. Sokat ez, ez, szerintem, ez, ez szerintem akkor homok és homok kötött a lajnál. Hát itt nálam még az a kérdés ugye, hogy mikor akarom terminálni, mert hogyha most olyan év, mint a, a, az idei, akkor nálunk, nem keltek ki a takaró növények, csak nagyon késő és nagyon vontatottan. Mert most nagyon nem jöttek a csapadékok. Az a nyár végi, őszi csapadékok azok elmaradtak. Viszont azért általában szokott lenni ez az augusztus 20 környéki, és ami, ami egyébként mindenhol olvasható, szerintem az is az optimális, ez az augusztus közepe környéke. És megint csak a direktvetést mondom, mert nálunk ugye, ha van tarló maradvány, akkor az tud olyan nedvességet megőrizni esetleg, hogy már ki tud kelni a belevetett takarónövény, vagy pedig, hogyha arra jön egy 10-20 millis eső, akkor azzal már tud egy olyan kisebb állomány kialakulni, ami, ami esetleg kibírja a következő esőig, és így tud esetleg építkezni a következő kultúráig. Itt még az lehet a probléma, amiről talán nem volt szó, hogy mi kerül majd utána. Hogyha például egy koratavaszi kerül, akkor ott nagyon könnyen el lehet szúrni, hogyha ha nem kelnek ki a magok, és abban tud problémát okozni, ha egy későbbi, mondjuk egy kukorica megy bele, Addigra azért, mert valószínű mindenféleképpen minden mag ki fog kelni, és azokat lehet majd terminálni. Tehát ezekre is azért érdemes odafigyelni. Jön a záró kérdés, ami az lenne, hogy mit üzentek a gazdatársaknak. Van-e bármilyen gondolat, amit itt szívesen átadnátok? De, Ede, egyetlen egy mondatban válaszolni valamire, de tényleg egy mondatban, mert, mert szerintem ez kimaradt a gépészeti résznél. Ugye a sávművelés után, mondjuk ugye napraforgót mondtad, napraforgót, azt mivel veted? Azt egy, hát egy John Deere szemenként vetőgép, de egy sima, tehát nincs felszerelve. Annyi, hogy passzoljon a sávművelőhöz. Így van, persze. De hát ugye, nyilván ugye hozzá kell állítani a sávművelőt, tehát semmi, semmi extra nincs benne. No, tehát akkor egy mondat, utolsó mondat, záró mondat, üzenet, végső gondolat, tanács. Zoli? Hú. Erre ez egy, egy kicsit azért még gondolkozik Hát ezen lehet, hogy én is gondolkozhatnék, hogy mi lenne a, leg, legjobb. Talán azt mondanám saját magamból kiindulva, hogy kérdőjelezétek meg magatokat, és edukáljátok ne ragadjatok le a megszokott dolgoknál, hanem aki, aki, azt mondja, hogy pedig szántani kell néhány évente, meg a, szájmaradványtól majd nem bírunk a gombabetegséggel, meg ezek a, ezek, a, ezek a, mondjuk úgy, hogy falusi legendák. Tehát akik ezt gondolják, ők nekik azt javasolnám, hogy ne legyenek olyan magabiztosak, hanem, hanem kicsit úgy, 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 úgy nézenek szét és edukálják magukat. És ezt nem negatívan szeretném mondani, hanem én is folyamatosan ezt Teszem. Tehát a túlzott magabiztosság szerintem egy kicsit a fejlődésnek a gátja. Tehát amikor, amikor úgy gondolom, hogy én nagyon jól csinálok valamit, akkor nem akarok változtatni. Akkor máshol van a hiba. Meg kell egy kicsit magunkat kérdőjelezni, hogy biztos jól csináljuk, biztos nem lehet ezt jobban, és, és akkor kiderül, hogy lehet jobban. És én is biztos, hogy két év múlva, hogyha visszajövünk ide, akkor úristen, amikor azt mondtam, hogy ó, tehát. Simán lehet ilyen. Ezt tudnám javasolni mindenkinek. Zoli szerintem de azért válaszolt ilyen hosszan, hogy tudjál gondolkodni. Köszi, köszi. Egyébként kellett is az a gondolkodáshoz. Mert szintúgy ez egyébként jó, hogy amit említettél is, ez a, ez a, ez a tanulás és a, a gondolatváltás, hogy gondolat, mert Mindenki azon van, meg sokszor erő kerül, hogy a, ha eddig így csináltam, és rosszul csináltam mondjuk 40 éven keresztül, akkor ezt nehéz feldolgozni és elfogadni. De azt kell megérteni, hogy akkor azt tűnt jónak, azt hittük, hogy úgy csináltuk jól de nem kell megmaradni annál, ha egyszerűen jön egy jobb lehetőség, és tudunk tanulni, és most már a csapból is az folyik, hogy ez a helyes út, akkor miért tiltakozunk ellene, és miért kell még mindig a berögzültségeket visszasírni, vagy, vagy azokat áldani, miközben megvan már az a, az a kellő tudás a fönt az interneten, és, és meg tapasztalataiban is, hogy tudjuk a regeneratívot adoptálni, és ez a helyes út. Akkor fogadjuk el, hogy ez szerint kell gazdálkodni a jövőben, és ezt kell újra megtanulnunk, és saját magunkévá tenni, és a saját területeinkre adoptálni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, kis Ede, aki Gyoma Endrödről jött fel, igen, hosszú út el Köszönöm szépen. Szívesen. És hát azért nem sokkal közelebbről, mert hogy Szeged környékéről, Kiskun Majsáról Szabó Zoltán, neked is köszönöm. Én is köszönöm a meghívást. A műsor támogatója a Danuba. Legyen zöldebb a mezőgazdaság. A felvétel a Streamline Butikban készült. Butikstudio.hu Tekints meg a legújabb agrárgépészeti fejlesztéseket a Hung expo -n. Direktvetőgépek, ultrasekély művelőeszközök, átrakókocsik, sávművelők és sok minden más vár az Agromas Expo és Agrárgépsok kiállításon január 24-től 27 ig Én biztosan ott leszek. A Hektár Marketing tevékenységét a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, aminek köszönhetően még több hallgatóhoz juthat el a gazdálkodók hiteles hangja. Hektár Magágy, ahol a gondolatok csíráznak. Köszönöm, hogy ismét a Hektár Magány beszélgetés sorozatot választottátok és hallgattátok! Ne felejtjétek, az Agromas expo n tehát találkozhatunk is, 25-én déltől egyik egy gépészeti beszélgetéssel, 26-án kettőtől háromig pedig a Hektár Nagyágyúk közönség találkozón. Ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a Hektár mezőgazdasági podcastra YouTube-on, Spotify-on, deezer Apple és Google podcaston, illetve lájkoljátok like Facebook oldalunkat, Instagramunkat, és persze ott van honlapunk is a hírlevél feliratkozási lehetőséggel www.hektarpodcast.hu. A Hektár mezőgazdasági podcastot azon belül is a magágy rovatot hallottátok Gribek Danival. Ne felejtjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket. Sikeres gazdálkodást kívánok! agrárszakmai beszélgetős podcast sorozat Gribek Danival.